uraim! Elindul a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. Úgy gyerekek, az összes füles nagyon hangos. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Oh. Hello Feri, hello Jani. Hello. Hello. Én csak drága hallgatók. Rutinból földobtam, azt hittem megőrülök. Süketek és nagyot hallók vannak nálunk, gyerekek. Valószínűleg itt vagy a híreseink, vagy valaki süketek. Hát ennyire nem lehet hangosan hallgatni a fülest. Ja, Istenem, hát itt vagyunk szerdán, és már szerda. Ez egy kellemes hétkezdés. Nagyon kell, jó, mondjam. Nagyon jó, és hogyha abból indulunk, hogy holnaptól kezdve jön a nyarunk, vagy amit tudom én, az utótavaszunk, előnyarunk, akkor már örülhetünk. Sőt, tudod, mit hallottam én? Na mit? Na, képzeld el, hogy azt hallottam, hogy már ma jó idő lesz. Azt mondták, hogy nem, holnap már egészen biztos, de hogy ma déltől, egytől már felszakadozik a felhőzet, gyerekek, és tiszta száraz idő köszönt ránk olyannyira, hogy jövő héttől aztán meg pláne jó idő van, sőt hétvégétől is, de hogy már ma elindul a jó idő. Nagyon mit máma. Szóltok hozzá? Máma jó idő lesz. Kérdezik a meteorológusok, és azt mondják, hogy igen. Na most már egy hete van ez a nyomorék eső, már tudom, hogy a föld mi évesek, most azt mondják, hogy kell a földnek, meg értjük. Májusban jó az. Más már szalamondrát sem mondják. Most már ott se. Nem, most már sehol nem mondják, megnéztem az iPhone-omat, és azt mondta a gyerekek, azt mondta, hogy ameddig ő látja, persze nyilván nem mondta, mutatta, azt mondta, vagy azt mutatta, hogy ő itt szerdáig nincs felhő az égen. Kis gazdám, jó idő lesz, így mondja, készüljél a hétvégi szabadtéri programokra. Kis gazdám, jó idő lesz, úgyhogy tervezd a hétvégi programokat. Jó idő, napsütés, 28 fok, amit a legjobban szeretek. Nem ez a nagyon-nagy kánikula, én azt gyűlölöm, hanem ez a kellemes 26-28, és jó idő. Adod? Igazolod? Aláírod? A vihar, persze. Ja, aztán arra kerestél rá, hogy mit mondanak? Nem. Márma? Azt gondolom, hogy be kell vezetnünk, szerintem mindenképpen egy reggelenként, már most már ugye ez egy picit avítos, hogy így bejövünk, köszönünk egymásnak, azt kész, ülünk. Én bevezetném ezt a Junckeres módszert. Nehogy ide gyere! Jaj, te! Igen. Mi, puszit is adott? De nem, valakit folytogat. Mondjuk tényleg hátbaverés volt. Úristen, és megpuszilt. A Zsülti... Várja, mert a Zsül várta, láttad? A Zsül visszaölelt. Gyerekek, én bírom ezt a palit, komolyan van. Megőrült. Nem is a kérdezem, de jó értelem. Egy kis hátbavágás, egy kis tockos, egy kis puszi, érted? Hát toljuk mi is így. De van, aki folytogat. Oda tartod a másiknak, ott minden. Van, akit folytogatott, van, akit pofonvágott, ugye az Orbán pofonvágta, azt hiszem nem is tudom, a görögöt, hogy valakit azt folytogatta, van, akit a luxemburgi külügyminiszter is kapott egy tockost, a belga miniszterelnök puszit kapott. Igen. Nem normális a pacák egyébként, ez teljesen értem, tehát van valami komoly viselkedés zavara, de szórakoztató. Szórakoztató, ahogy kommentálja a dolgot. Innen már csak egy ugrás, hogy a segberugás, ahogy hívják, egy kis kamu árnyékbox, aztán egy gyomros. Abszolút, aki abszolút szerinte jó, az csak megöleli, és aki nem, követhetetlen. Követhetetlen. Egy-két embernél még mondjuk úgy, hogy érthető lett volna, hogy miért kap tockost, vagy miért kap puszit, vagy miért, de aztán már teljes vagy zavar. Mit mond. Igen. De aztán teljes zavar van. És már mindenki, hogyha észreveszitek, mindenki félve lép oda hozzá. Tehát, hogy már mindenki kicsit rettek tőle, hogy mit fog kapni. Igen. De ez szimpi a pacák. Jó arc. Kicsit feldobja ezt a tök unalmas protokoláris eseményt, hogy kézfogás, fotó elmegy. Hát a múltkor ugye az Orbánt kirángatta, a kezénél fogva kihúzta maga után. És nem nagyon tudsz mit csinálni, nyilván vissza nem üthetsz. Nyilván kellemetlen azért a dolog, tehát egyfajta presztízsveszteség, de most mit csinálsz, most fejed le, vagy a boxolt hasba, vagy egyszer szóval, csak eljön az a pillanat, mikor valaki paf! Nagyon nem tudsz mit csinálni. Nagyon nem tudsz mit csinálni. De nincs neki egy ilyen protokoll főnök, hát mindegyiknek van az ilyen nagy embernek. Hát az ő egy nagy ember. Fél nem pofasztalom. Hát lehet, hogy a protokoll főnök mondja neki, hogy most már jól lenne valami kis formabontó módja. Olyan úgy lesz, hogy álltok kézen fogva, mosolyogtok a kamerába. Kezet fogtok egymással. Kimosoljon ez a műmosoly a kameráknak. Igen, ha nem sikerült, akkor mind a kettő egyszerre fotós mondja cheese, akkor oda néztek, mosolyog. Olyan uncsi. Jobb ez a tockos. Mikor lesz fülcsavarás? Tehát ezek simán benne van a kapakliban. Előbb-utóbb jönnek ezek is. Simán benne van, hogy fület csavarra, abszolút. Tehát ez minden további nélkül. Igen, mert az ember félbe lép oda, azért az már kellemetlen.
Nem? Igen. Úgy tudod, és akkor így hát és Angela Merkel esetében azért. Tehát, hogy itt nagyon komoly politikusokról van szó, meg olyan emberekről, akik a kezében hatalmas hatalom összpontosul, és a Juncker közelben mégis ilyen kis hovissá vállag, így írtele, és mindenki elkezd így rettenetesen. Tehát az abszem sem fér be. Jaj, most mi lesz? Mi nem tudom, hogy nem adnám-e vissza, vagy nem csinálnék-e valamit, nem? A fene se tudja. Szóval, hogy így meddig bírod ezt, hogy te terrorizáljon mindenkit, nem? Van az a készfogás, amikor te megfogod a saját hüvelyk ujjadat, és a kis bütyköddel tudod így belecsavarsz a másikkel. Azzal nyitnék. Az. Jön a hapsi, meg készfogás. Vagy fentről ráfogsz a hüvelyk ujjra, tehát hogy elkülön, nem az történik, hogy egy ráfogsz a négy ujjra, hanem föntről a hüvelyk ujjra, és megnyomod egy kicsit föntről. És azzal el lehet küldeni az ember térdre, tudod? És nem érted, hogy miért, de betérdel előtte, tudod? Jó, na jó, persze, adjuk, hát értem én, hogy respektem így az unión belül, de hát azért mégis. Igen. Óriási, óriási. És a törvénysértő módon ékültörök elnöki palota megvan? Itt hallottam valamit az Ákostól, de nem teljesen figyeltem, mert más is hallottam közben. Természetvédelmi területen épült 1150 szobás palota, tehát hogy azért értitek, 1150 jó, szoba. Jó, azért van ennek hagyománya. Hát jó, oké, igen. Csak változott az államrendszere, igen. Azóta mióta a pacsák uralkodtak. Óriási, és így nem kérdeztek meg senkit, fölhúzták, és mennyibe került? Hát azt mondja, hogy 150 milliárd. Átszámít a 150 milliárdnyi forintba került. Hát ugye csak egy ilyen kis nevetséges 200 ezer négyzetméteres épületről van szó. 1150 szobáról. Na most, Jézus Mária. Oké, értem én, hogy megalománia, meg értem én, de minek? Hogy igen, hogy menőzünk, de hogy 1150 szoba. Most arra felé nem tudom, hogy a fűtésszámlával hogy állnak, meg hogy van egy rezsicsökkentés, hogy ilyesmi. Lehet, hogy ott az ég alatt, az lehetővé teszi azt, hogy mondjuk ne kelljen annyira fűteni ezt a pont, de hogy 1150. Tehát, hogy ott ha ott rosszabb a számot adnak meg, hogy hol lesz a következő. Egy darabig keresgét. Valószínűleg nagy embereket várnak sokat egyszerre, uh-huh. És azokat mégiscsak egy helyen szállásod. Minimum 1100. Hát könnyebb megvédeni a helyet, most ha külön szállodába teszed, érted, akkor mindent védeni kell. Könnyebb az ellátásuk, tök jó minden. Szerintem ez egy okos. Ki fogja elbontani, mert az a török palota, az nagyon fölöttük már nincs senki. Tehát majd oda megy három környezetvédő, hát meg két Greenpeace-es, meg három nem tudom, miniszteri dolgozó, és akkor a minisztérium, és azt mondja, bontsuk el. Hát itt még a bontási költségek is milliárdos összegeket. Hát meg a ők ezt oda föl tudták építeni, fölöttük nagyon nincs senki, nem? Tehát a török állam felett azért, tehát nagyon nem, akkor most bontsuk el, kitalálják saját maguk. Ki állapította meg a törvénysértést? Állítólag megkérdeztem, én is rákérdeztem Ákosnak, és azt mondta, hogy ebbe beletörődnek. Aha. Tehát most a törökök azt mondják, hogy na, ha jó, már kész ez van, hát most mit csinálják? Anyadik Szulejmán uralkodik most. Nézd a Szulejmánt, és akkor megtudod. Minden a Szulejmán van. Van még a Szulejmán gyerekek? Megy még? Hogy ne van. Tényleg? Te szemben köpöd anyacsatornádat. Te hogy lehet így élni? Teljesen mikor, eltűnt a televízió az életemből. Mikor családok milliói kapcsolnak oda szerda esténként? Nincs televíziózás az életemben. Hosszú-hosszú hónapok óta. De most már sorozatok sincsenek, úgyhogy... Mi van, nem jött ki? Nem tudom, valahogy... Befutott a marokkói menta. Nem, egyrészt igen, nem fizettem az előfizetést, és kikapcsolták kettőt, nagyon sokat kertészkedem. Nem tudom, hónapok óta nem láttam igazából nagyon semmit. Csak így egy-egy részt valamiből, vagy néha belenézek, vagy egy-egy háttérműsor, beszélgető műsor. De hogy leülök, és most televíziózok, nem tudom, mi megy a kereskedelmi tévében. Nem tudom, hogy a Fridinek a műsorát így átlapoztam tegnap. Ha meg az Gyűlik a nagy vonalakban, Gyűlik a Winchesteren, Viki Éden Hotelt néz be, nagyon szereti, de én nem nagyon tudom, hogy most így mi megy. Nincsenek sokan ezzel mondjuk. Hogy? Mivel? Már az Éden Hotellel. Azért már, mint akik nézik. Szeretik? Nem tudom. Szeretik? Nem tudom én, nem tudom. Nem végeztem közelmi kutatást. Igen, a Sevesény család így önmagában nem reprezentatív. Igen, hát most mérés. Két felnőttből egy néz, az 50%-os nézettség. Az családom nem olyan rossz. Hát az érted, vannak négyen. Örülne a TV2 egy 50%-os nézettségnek, de egyébként nem rossz műsor. A lakosság 25%-a nézi ezek szerint, hiszen négyen vannak. Na jó, de a gyerekek nem számítanak. Ja tényleg. Méltatlanul kevesen nézik azt a műsor szerintem, tehát ahhoz képest. Gyerekek, itt az én laptopomra valaki föltett egy arcközelít, egy ilyen női arcközelít éppen szemellövés előtt. Igen? Akkor garami volt. Ez kedves figyelmesség. Nem mondom, hogy ez mit jelent, nyilván ti úgyis értitek, hiszen felőttek vagytok, de miért kell nekem itt valakinek a barátnőjét, a csaját, a szeretőjét, az exét, a szerelmét, a plátói szerelmét bámulnom. Becsukok mindent, akkor egy ilyen mesztelen, nem mesztelen nő, de egy ilyen félmesztelen nő takarja kicsit a vállát, és nagy kerek szemekkel néz rám. Aha. Persze nincs benne, amit én az előbb mondtam. Lehet, ez csak én vizualizáltam. Mert szerintem benne van, és hogy most mondod. Benne. Kérdezd a szakértőt. Nálam benne van. Ugye, hogy benne van, de hogy nekem jó a sima kis, ültüntes már el, légy szíves, jó? Mindig azt hiszem, hogy ő figyel engem.
Becsukok minden Skype-ot, mit tudom én, MSN-t indexeld, SMS falat, és ott van egy nagy barna szemű nő, aki félmeztelenül néz rám. Ez zavar? Te úgy érzed, hogy hívogat? Nem érzek ki már semmit. Tedd meg. Nem érzek ki már semmit. Örülök, hogy élek. Örülök, hogy élek. Szóltok kelni, örülök, hogy állatököm reggel. Akkor javulás van, mert a múltkor még nem ment ez a reggeli állás. Jó, de nem mondta, hogy ez hány hetet történik meg, csak azt mondta, hogy örül neki, ha. Ez igaz. Na, nézzük az SMS-eket, mert megcsinálom. Nézzük az SMS-eket, ki mit ír nekünk korán reggel, mi van a mi hallgatóinkkal, mi van a kis családunkkal. Azt mondja, hogy Putyin pofozza meg, Juncker, ugye ezt írják. Nem hiszem, hogy fognak találkozni, de... Igen, meg ott dob rajta egy, hogy hívják, egy kaszáló csípőt rögtön, tudod, így reflexből, nem biztos, hogy örülne neki az öreg. Igen, igen. Valaki már játékra jelentkeznem? Bali, jaj, gyerekek, szerda van, egy 100 forintba került itt, Szatyi. Tényleg? Észre se vettük, de a csörgést én sem hallottam. Igen? Én... Hogy hallottad volna, ha nem vetted észre? Hiszen nem dobta ezért be, azért nem csörgött. Hát ha nem vetétek észre, de hallgatók szólnak, akkor is fizetni kell? Ha persze. Van aprom. Van aprom, gyerekek. Mi van a vér eredményekkel, Valenti 69? Figyeljetek, ott a adás végén, amikor ugye benn volt dr. Kecskés Norbi, akkor, és megnézte a mi vérünket, az ő kis csodálatos mikroszkópjával, akkor mi elmondtuk adás végén, hogy mi a történet. Így van, Balázs adta a legtöbb kest, ezért ővé lett a legjobb. Hadd ne mondjam! Ugye? Hadd ne mondjam, gyerekek, hogy kinek a véreredménye lett a legjobb. Igen, mindenféle ráhatás és lefizetés nélkül. Egyelőre preparált tárgylemezzel érkezett a doktor úr, azt helyezte be, amikor a Balázsé volt, és elmondta, hogy ez az optimális. Igen. Tehát a Ferié volt a húha, a Janié volt a nem rossz, és az enyém volt az ez igen. Ez igen, de szép, Mint a vatrangy, a kehe és az uhu. Tehát ezek a kategóriák, vannak. Ez volt az eredmény. Köztes volt Jani, és a, és a végén belenéztek. Én kommunikáltam vele, és valószínűleg be is vezetek egy-két ilyen kis módosítást az életmódon, mert elsősorban itt az ivásra gondolok. Na végre. Na, hazajöttek. Igen, sokkal több folyadékot kell fogyasztani, meg ajánlott nekem egy olyan kis anyagot, egy ilyen táplálék kiegészítőt, ami állítólag nagyon sokat fog segíteni abba, hogy az én kis vérlemezkéim ne álljanak úgy össze, mint egy ilyen, hogy hívják, egy ilyen harmonika macska, hogyha valaki emlékszik rá, akkor... De azt mondtad, hogy ezt nem fizetted ki, mert rettent drága. Már intézem, hogy olcsóbb legyen. Nagyon. Na, alkuttál. Jó van. Igen, meg egy-két dologról le kell mondani otthon, és akkor így meg valahogy összerakjuk azt, se hogy három, se azt mondják, hogy ez egy ilyen csodaszerszerűség, hogy már, mit tudom én, napi egy tasaknak az elfogyasztása is látszik. Azt. És végigcsinálok egy ilyen, igen, végigcsinálok egy ilyen egy havi kúrát. Egyébként Gábor, egy doboz nekem is. Ami Gáborunk is konzultáltam már ebben az ügyben. És ő ezt már mondta régen. Ő is egyébként azt mondta, hogy... Rendezd nekem is egy dobozt. Igen. Egy havit. Igen. Nézzük. Holnapra már hozza is be. Ah, Gábor? Aha. Hozol le? Le van beszélve. Jó. Igen. Lebeszéltem, mert mondtam neki, hogy... megkérdeztem, hogy hogy lehetne úgy megoldani a dolgot, hogy mondjuk más, olcsóbb alkotó részekből összepakolni, ugyanezt házilag összekutyolni. Azt mondta a Gábor, hogy nem annyira éri meg, meg vannak olyan alkotóelemek, amiket nem tudok beszerezni. Aha. Jó, kérj már nekem is egy dobozt, légy, hogy kifizetem. Jó? Igen. Azt mondja, Bali, nézel most valami jó sorozatot? Zé kérdezi. Pont erről beszéltünk az előbb, nem nagyon. Van egy Waveburn Pies nevezetű sorozat, igen, ami nem tűnik rossznak. És a Matt Dillonnal a főszerepben. Matt Dillon a főszereplő. És szinkronnal megy. Honnan tudod ezt? Mit? Miért tudod ezt? Ott ült nálad a kis szobában is, onnan lesett az ablak. Van egy Amerikában szakadt hazánfia, egy kedves családi barátunk, aki hazajött most nemrégiben, és megkérdeztem tőle, hogy mi az, ami most kint nagyon megy, és ezt mondta, és marha érdekes, hogy szinte együtt az amerikai premierrel, ugye a csatornának a magyar megfelelőjén látható már ez a sorozat. Gyerekek, hát ennyire vagyok napra kész, hogy hazajön egy fószer Amerikából, és azt a sorozatot ajánlja, amit én is elkezdek majd nézni egy év múlva. Lesz idő. Arról és szól, a producer, ugye, Nightem, Shalala. Nightmare Shyamalan. Igen, arról szól, hogy van egy falu, és ez a Waveburn Pines, Pines, így írják, azt hiszem talán. Aha. Az ugye azt a fenyőt jelent. Fenyőfák, vagy fenyő. Pines. És a Pali bemegy ebbe a kis városkába, ez egy kicsi észak-amerikai kis falucska városka, eszik valamit, majd elindul kifelé. De meglátja, hogy welcome, Waveburn Pines, nem tudom. Bemegy, és nem tud kimenni.
és akkor így jönnek a bonyodalmak, hogy aki tegnap rendőr volt, az ma pincér, aki pincér volt, az pincérnő, nem tudja, de nem tudja otthagyni a városkát, bármikor kimegy, azonnal ott van újra a bejárati táblánál, hogy welcome. Aha. Tehát viszlát, megy tovább, és már újra welcome. És nem tudja elhagyni ezt a kis falut, és akkor elkezdi felgöngyölíteni a dolgokat, hogy miért nem tud kilépni ebből a városból. És aki tegnap rendőr volt, és ma pincérnő, ő tudja, hogy ő most már nem rendőr, hanem pincérnő? Mit tudom én? Ja, nem tudod. Érted. Aha. Nem tudom. Tehát, hogy ezt így azért nem tudom. Vajvard. Vajvard. Vajvard, így írják. VAY WARD. Így írják. Pines. És ez egy 2015-ös sorozat. Úgyhogy erre keresetek rá. Ez jónak tűnik. Ez jónak tűnik egyébként. Úgyhogy ez szerintem most nagyon nekem zsűl. Nagyon dicsérik. Én nekem is el kellett most indulnom egyéb ilyen menekülős útvonalakat keresni, mert hogy a kedvenc sorozatom, most egy, Balázs még nem nézte végig azt a négy részt, de hát hogy egy picit így hát laposabb, és nagy, nagy csalódás nekem, hogy a Trónok harcáról van szó. Én már az előző évadnál is mondtam, hogy gyerekek, szerintem laposabb, de az még nem ment át az internet. De majd most már megy. Lapos ez is? Hát basszus. Igen. Se vér, se... Trónok harca, beleposodod? Akkor igen, hogyha mondjuk az első vagy a második egy picit gyengébb, mint amit megszoktál, de amikor négy. Azt mondja, az egy iszonyat jó. Aha, szerinted. Ezt tudtam leolvasni a szájáról, de lehet, hogy valami teljesen más mondott. Annyira iszonyat, hogy nem történik benne gyakorlatilag semmi. Harcában most már nagyon sok minden történt. Most már igen, Laci, de nem a de most már a hetedik résznél tartunk. Miért vagy elmaradva? Hát most. Hát miért nem az ötödiktől kezdtem el nézni? Bele kell húzni. Most már kezükbe vették a... Jó, nem mondjátok el, nehogy spoilerezzetek. Hányadiktól nézzem, én kihagyok simán 4-5 részt. Hányadiktól kezdve? Úgyis ugyanaz történik, valakit megdugnak, valakinek levágják a fejét. Igen, aztán egy kicsit kardoznak, lovagolnak. Nagyon dolgok nem tudok lemaradni, mert 4 évad óta olyan nagy dolog nem történik egyébként. Igen, kezd a mások is kezdenek olyanok lenni, mint a hobbitok, hogy jönnek, de már még mindig jönnek, és már mindjárt elérik a falat, de még jönnek. Köszönöm. Durcizlat. Na, semmi gond. De az 5.-6. az más mondják, hogy tök jó, csak az a baj, hogy 4-et láttam eddig. Bali, követed a Roland Garrost? Dimitrov tegnap kiesett, elvitte a mixem. Most mondta, hogy nem néz tévét. Meccs van ma. Kicsoda, Csivas? Csivas Kua. A Dominik Thiemő egy nagyon tehetséges fiatal játékos egyébként. Követem a Garrost, mi majd találkozunk egy Djoko Federerre szerintem. Én most erre Csivas Kuvaszra én fogadnék. Csivas Kuvaszra teszel? Hát azt mondja, Csivas Kuvasz. Kezdjünk el ki 10 óra előtt mindig megtenni egy pici meccset? Szerintem simán. Nekem a tök mindegy kategória. Nekem a kuvasz egy kicsit szimpatikusabb, mert ugye még az magyarok vagyunk, hogy miért keresetek. Kuvasz. Hát igen, egy nagyon tehetséges testvérpár, ugye ott van Regális. Hát viccel. A Dominik is azért tényleg elvarázsolja az ember. A Dominik Thiemre tennék itt ebben a meccsben. Nem tudom, hogy kell pontosan mondani, egy fiatal srác. 10 óra előtt átnézzük a meccseket. Jó. És teszünk. Hát te átnézed, mert nekem az... Csak mondom, hogy a haverod, akire te fogadsz, szerintem egyébként behúzza. Érinthetetlen Djokovic, egész egyszerűen érinthetetlen. Sampras mondta, most behúzott megint egy Masters, és mondta Sampras, hogy addig lesz világ első, amíg akar. Azért, amikor ezt mondja. Az mondjuk igen. Úgyhogy embered odaér a Garrosra, szerintem, sajnos. Nadával szerintem nem. Úgyhogy egy Djoko Federernél tudnék majd örülni a döntőben. Jó, de az már megszokott. Mondjuk én Csivas Kuvaszokra is simán. Csivas Kuvasz, jó, tegyünk a fiatalokra. Nagyon jó. Dimitrov fiatal, ő a Baby Federer. Úgy hívják, ő most kiesett, de van még egy csomó minden, ahol le tudlak rántani téged egy csomó pénzre. Ki a Baby Federer? A Dimitrovot hívják. Őt hívják? Dimitrov. Hasonló a mozgásuk. Azért amikor... De ez a rugdalózóból látszik a bébi. Nem, nagyon tényleg nagyon hasonló. Aha. Nagyon hasonló a mozgásuk, de azért a múltkor gyorsan Roger azért kétszerben gyorsan helyetette a Dimitrovot, hogy azért ez még nem teljesen ugyanaz. A mozgás ugyanaz, csak ő még nem ütővel, nem csörgővel tolja. Igen. És gyerekek, 9 óra után érkezik a Well Hello hozzánk. Hát ha érkezik, mert a fluor eltörte a lábát. Tényleg? Akkor bebicek majd ide hozzá. Akkor remélem betolják, hogy behozza egy taxi. Meghívásuk alapja nem más, mint hogy egyáltalán tényleg megbarátkozunk azzal, hogy mit hallgatnak a mi gyerekeink. Hogy az a generáció, aki bennünket is nagyon kedvel, de már nem a mi nyelvünkön beszél mindig. Már estegel, jolózik, nem tudom, mit csinál. Róluk egy kicsit, vagy velük egy kicsit beszélgessünk, és megnézzük, hogy miért vannak ennyire oda a mi hallgatóink egy része ezért a zenekarért. A fiatalok. Tolmácsot rendeltünk? Nem tudom. Én életemben nem beszéltem még velük. Jön a másik fiú is? Jönnek mind a ketten. Jön a másik fiú is, ő a Diaz. Diaz. Igen, mind a ketten jönnek.
Hát ez nagyon jó lesz. És egy haszna mindenképpen van a dolognak, majd tudok tőlük autogramot kérni a lányomnak. Jó, na, szép lesz az. Én is kíváncsi vagyok, hogy itt van két ikonikus figurája a fiatal generációnak. Milyenek, milyen gondolatok bántják őket, mivel foglalkoznak, mennyit csajoznak, hogy írják a dalszövegeket, mitől megy most ennyire ez a Valhalla. És kicsit ők indítják a klassz nyarat, ugye pénteken, ezt ne felejtsük el. Hát, na meg aztán pláne. Hát, nagyon jó. Nagyon jó. Nem lesz fura nekik, bejönnek a taták közé? Hoznak mojírtot. Mi ez a naftalisszal? Mondja majd a diaz. Úgyhogy velük beszélgetünk 9 óra után. Szóljatok mindenkinek, hogy jöjjenek ki az osztálytermekből, és hallgassák meg a Valhallát. Öcsi sajt. Ja, ilyeneket nem szabad mondani. Nem mondj már ilyet, hogy öcsi sajt. Miért? 83-ban is tök ciki duma volt, hogy öcsi sajt. Mutassuk meg nekik, hogy még fiatalok vagyunk, mit kell mondani? Hogy banyek. Azt mondja, hogy banyek. Isten, banyek. Ja, a banyek szerintem az kortalan duma. Banyek. Jézusom, banyek. Na, M1-es Hegyesalom bábolnáig tiszta és napos Tomi, köszi, hogy elküldted. A trónok harca kegyetlen és kegyetlen is lesz, de nagyon jó és izgalmas, írta nekünk valaki SMS-ben. Aztán is. Bajnok lett a szolnoki olajkosárlabda csapata. Gratulálunk a csapatnak. Hajrá, olaj, üdv Tyson. És... Bali, ajánlom neked a TV2-n az Emlékezz Rénára sorozatot. Emlékezz Rina, Una, Tomi küldte nekünk. Ez nem Tomi a fuck. Egy sorozat, amit ajánlom. Hogy állunk játékkal? 1-0-ra vezetünk ezen a gyönyörű héten. Tegnap Jani nyert. Észre se vettük. És úgy nyert, hogy észre se vettük. Hát ha megszokás, ugye? Igen. Nem, tényleg nem vettük. Heti eredményt akarsz, akkor az 16-2. Hát, az csak úgy, hogy elkeserítsük őket. Jó, Ákostól meghallgatjuk a legfrissebb híreket. Mindenkinek nagyon szép reggelt kívánunk, kitartás. Ma reggel még hideg van, de hétfő, vagy szerda délutántól már jön a jó idő. Aki játszana velünk, írjon SMS-t. Aki megosztana velünk valamilyen közlekedési hírt, az is. Aki magányos, az is. Hát gyakorlatilag mindenki, aki nem az is hallgat, de akik másokat hallgatnak, azok is nekünk írjanak. Igen, kinek hajtelik a reggelen, nyugodtan küldjétek el, mi pedig jövünk Ákos híre után. 8 perc múlva pontosan. 7 óra jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. M3-as bevezető keményen beállt kapitány küldte nekünk. Köszi, radar a 13. kerület Vágány utca közepén, üzeni Edit. Aztán a 32-es főútvonalon Szolnokon, a régi laktanyánál készülődnek mérni a rendéber őrei. Gabi küldte nekünk. Baleset és hatóságmentes, de borús, esőszeles az idő az M3-as 60 Miskolci szakaszán, 12C bandita üzente nekünk. Biatorbágynál pedig kiégett egy csirke szállító. Jézusom, hatalmas a torlódás. M1-esen van ez természetesen. Köszönjük szépen. Szegény kis csirekek, hát akkor ott most akciós a grill csirke. Hát szegények. Abban az állapotában még. Szegény. De hogy a fenébe gyullad meg egy csirke szállító? Hát ott valami motorhiba, és akkor... Az biztos valami műszaki hiba, szerencsétlenül még bezárva, ugye semmit nem tudnak tenni az szegények, igen. Kadarkú térségében hatalmas oldalszél tombolj, majdnem kilöki alulom a kocsit, Szala küldte nekünk, ez Somogyban van. Az M3-ason az állásokát egyelőre nem tudjuk, de ha valaki elküldi, azonnal mondom, Üllőjén baleset és teljes útzár. Hatja Isten, de hol? Hát az Üllői elég hosszú, írjátok meg nekünk, azt jó? Azt mondja, villanytelep. Villanytelep, Üllői út, teljes útzár? Az már valahol nagyon kint van. Az már valahol nagyon kint van, de Jani az Üllői utca kettő. Bent van. Bent van? Már nekünk az a bent van. A belváros. Nekem az már nem vénnek való vidék, azt te, mert neked az meg a belváros, igen. Jó, még az M3-ast küldjetek el, hogy mi a helyzet, mit láttok, hogy tudjunk segíteni azoknak, akik szeretnének teljesen ártatlanul betörni a városba, hogy egy kicsit dolgozhassanak. Mi pedig játszunk, 1-0-ra vezetünk, ugye csonka hetünk van, tegnap Jani nyert, most pedig itt a következő játékos. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Jó reggelt, hogy hívnak? Szia! Zsófi vagyok, sziasztok! Hello Zsófi, most keltél Zsófi? Nem! Nem? Már egy órája körülbelül, de ilyen a hangom. Bírom a nők hangját, amikor ébrednek. Az olyan szexi tud lenni, amikor egy nő még ilyen frissen ébredve, kicsit búga telefonban. Olyan kis álmoskás, olyan kis bújjunk vissza. Kicsit még hang. Zsófi, mit csinálsz? Éppen ingázunk befele a munkahelyünkre. Na.
És egyébként meg kutató vagyok, biológus. Biológus, kutató, azt hova a tettem a Petri Chase? De gyógyszerkutató? Gyógyszerkutató, igen. Gyógyszerkutató. És te fogsz nekünk valami nagyon fontosat felfedezni majd egy-két év múlva? Hát remélem, azon dolgozunk nagyon sokan. Melyik területét kutatjátok a gyógyszerészetnek, vagy mire kerestek válaszokat? Hát általában olyan betegségekre igyekszünk gyógyszereket találni, amiknek még nem megoldott a gyógyszerezése, vagy azért, mert nem elég jó a mellékhatás profilja, vagy uh-huh. vagy de azért, van egy szakterületed? Ami felé temés, azt mondom, most a rák hát igazából elleni... a munkahelyemnek van egy szakterület. Az micsoda, tudhatjuk? Hát inkább nem mondanék. Nem mondanám. Nem, tényleg csak kíváncsiak vagyunk, mert ugye vannak a nagy közhelyek, hogy a rák ellen, vécelem, nem tudom, de hogy azon belül még nyilván van egy csomó minden, amiről az ember nem tud, de nem tudja. Főleg központi idegrendszerrel foglalkozom. Aha. Központi idegrendszer. Aha. Hát ez egy nagyon szép hivatás, Zsófi. Uh-huh. Megdicsérünk téged. De most egy másik hivatásra készülök. Na. Azt nem tudom, hogy felírta nektek Anna, de hamarosan... anyai örömök elé nézek. Oh, hát akkor aludj sokat, aludd ki magad, búcsúzz el tőle, az alvástól, maradj még sokáig ágyban. Nem lesz semmi baj, aludni fog a gyerek, nyugi. Nézzél sorozatokat, és készülj föl, hogy azért utána igen, az egy más világ. Ezért is írtam nektek, hogy még szeretnék játszani, mielőtt szülök, mert egy hónapot azért szeretnék otthon lenni, mielőtt szülök, és akkor már nem szeretnék fölkelni játszani, mert nem, az már... Nem, aludjál, aludjál. Akkor remélem, hogy tovább fogok tudni aludni. Helyes. Zsófi, kivel játszanám? Balázs veled. Ó, igen. A igen, nem alvás szakértővel. Gyerekek, mindent tudok a nem alvásról. Az éjszakai kelésről, az éjszaka a háromszori kelésről, minden tudok. Tehát, hogy nálam ebben senki nem expertebb. Oké, Zsófi, felkészülök agyban. Jó, Jani, indítasz egy órát, és ezt emeltünk is. Azt még tegnap óta ment az óra, most látom. Tényleg? Aha. 3, 2, 1, fire! Zsófi, itt vagyok. Balázs. Itt vagyok. Én is. Na. Mennyit alszol mostanában? Mostanában? Hát, fene se tudja. Olyan 5-6 órát körülbelül. Általában a Noel még kétszer kell, úgyhogy hát még azért van szakkör éjszaka. A Benny alszik már elég hosszú ideje. Néha fölébred, ha rosszat álmodik. Én fejében többet kelt? Kicsoda? A kisebbi gyermeked. A kisebbi gyermekem? Hát régebben többet? Többet kelt. Mennyit? Négyszer. Hú. Most már csak kétszer vagy háromszor. Hogy bírtad? Hogy bírtam? Hát, megtanultam piros lámpánál aludni. Az egyébként jó. Jó, majd te is megtapasztalod, hogy ez milyen. Fiú lesz, lány lesz? Számít. Fiú lesz, lány lesz? Lány lesz. Örülsz neki? Nagyon örülünk neki. Alig várjuk, hogy megszülettem. Túlbeszéltem! Túlbeszéltem! Gyöngyöltött a homlokom, de végig a Zsófin. Túlbeszéltem azt a dolgot. Az a tempó, ahogy ő szaggat, anyuka. Gyerekek, viszont én ezt túlbeszéltem, nem voltam elég taktikus. Nem, beszéltem végig, ilyet még nem is csináltam. Nekem nem nagyon volt szükségem a központi idegrendszeremre ahhoz, hogy követni tudjon a játékot. Zsófikám, ügyes vagy, van egy ajándékcsomagot, gratulálunk. Szuper, köszönöm szépen. Általában mindig arra törekszem, hogy visszakérdezzek, és beszéljen a játékos, de valahogy megeredte nyelven. A kis szívecskédből jöttek ki az érzelmek, a gyerekről van szó. A friss tapasztalatok. A friss tapasztalatok, a gyerekről van szó, rákat tudok beszélni, igen. Zsófi, viszont azért passzív nem voltál, tehát azt nem mondhatjuk. Hajszál, de nem. De megadjuk az ajándékcsomagot, mert nem tudtál szóhoz jutni, mondjuk inkább így. Jó? Jó. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nagyon aranyosak vagytok. Mit mondtál, lány lesz egyébként? Lány lesz. Lány. Lány. Hogy hívják? Van már neve? Még gondolkozunk rajta, még nem árult el. Már ki nem árult el? A gyerek, hogy mit akar. Ja, még a gyerek nem jelzett, aha. Igen. Jól van. Ez ülsz, és akkor így földobod a neveket, és amikor rúg egyet, akkor igen, azt tetszik neki. Igen, már gondolkoztunk, sőt mondjuk neki, hogy rúgjon egyet, hogyha tetszik, rúgjon kettőt, mondjuk ha nem, de még egyelőre nem érkezik. Ha karcsinál rúg egyet, akkor azért ne fogadjatok el, ne vállal. Vagy a Károly, azt szállt. Hopp, kettőt rúgott, gondoljuk át még. Igen, tehát azért minden ne fogadjatok el. Na, puszilunk, köszi a játékot, ügyes voltál, Zsófi. Köszönöm szépen. Köszi, ciao. Szép napot, sziasztok. Hello. Zsófi cuki volt, gyerekek. Aranyos volt nagyon. Aranyos, igen. Hát nem egy gyors vonat, de... Nem. Megfontolt személy.
Na, egy perc van pontosan, 7 óra. Ha valaki tud nekünk közlekedési hírt küldeni, azért mi nagyon hálásak leszünk. Olyannyira, hogy az M3-ason valami nagyon nagy baleset van, vagy áll az egész M3-as, és nem nagyon látom az okát. Bár kapitány azt mondja, hogy az M3-asnál a szokásos első lámpa fogja csak meg a forgalmat, lámpa után már jól halad, nincsen semmi gáz. Köszönjük szépen. Az M6-os esős, unalmas, de jól járható. Ez pedig PAS küldte nekünk. Az M6-os a világ legunalmasabb autópályája. Egyébként. Ez igaz, ez igaz. De nagyon szeretjük. Na, jövünk 7 óra után a hírek után egy jó kis témával, úgyhogy senki nem menjen sehova, mindjárt folytatjuk. 7 óra múlt 11 perccel, jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, hello Jani, hello Feri, hello hallgatók, jó hírünk van, jön a jó idő. Senki ne keseredjen el, nyugodtan tervezzetek hétvégére, gyerekek, nem csalás, nem állítás. Addigra visszajön az eső. Addigra újra nagyon rossz idő lesz. Nem, hogy programot. Nem, tényleg jó idő lesz, és végre egy hét után megkapjuk azt, amit megérdemlünk. Szép, napos, nyárias, koranyári idő lesz. Hétvégén nem 30 fokokkal, amit az ember utál, vagy 40 fokkal, hanem ez a kis 28-29 kerti parti. Te jó lesz! Kirándulás, bringázás a családdal. Úgyhogy gyerekek, meg vagyunk. Jó most, idő lesz. Most vettem, nem drága. Azt igen, gondoltam, hát ez ugye? Most a te esetben mondhatod volna ezt a mondatot is, hogy most vettem, na, igen. Hát ha a hangomat tehát felismerik, ha hallgatom, már is tudják, hogy nem drága. Nem kell hozzátenned, hogy nem drága. Tehát ez felújító fűmagot. Mert a hétvégén kijavítanám a gyepet, ahol a kutya kigbrunyált. De ez direkt felújításra van? Figyelj ide, tudod, figyelj, de most tudod mit mondok én neked? A nagy kertész, majd figyelj, a fodor menta, vagy mi, marokkói menta után. Hogy akarod csinálni? Csak rádobod, és hagyod, hogy... Nem, picit bekapálom. Igen. Elgerebézem, rászórom, aztán fedem. Mivel? Termőfölddel. Termőfölddel, nagyon jó. Már te vagy mit tudom én, humusza. Ne, csicseri borsó krémet. Már nem humusz krémre gondolom. Nagyon fontos, hogy ne úgy csináld, hogy csak megszórod és hagyod, hanem vagy egy pici trágyával, műtrágyával, vagy egy pici termőföld, de nagyon vékonyan, tehát én egy centin, csak a földet itt szépen, hogy az alatta lévő fű, az ne fulladjon meg, csak finoman fedje, és a földbe tedd bele a fűmagot, és a földet szépen egy centis vastagságban szépen húzd végig a fű fölött. De úgy, hogy akár a fűnek a szálai, a megmaradt fűnek a szálai, amire rávetsz, az kilógjon, hogy ne fulladjon meg. És csináld mindezt úgy, hogy megnézed, hogy mikor lesz eső, és azon a napon vagy azon az éjszakán szépen ezt így beveted, mert az reggelre bemossa. Ha csak rádobod a fűmagot, kiég. Hát mit nekünk Kossuth Rádió hajnaltájt, érted? Gyerekek. Ki az a bálint? Édes Istenem! Gyerekek, hát mondom, hogy kerté, nem hiszitek el. Még nem mindig kell, nem hiszitek el, hogy kertészkedem. Balázs Gazda rovatát. Meg kell csinálnunk. De ezt láttad a nappalitból, hogy így csináltad? Nem, ezt én így csinálom. Ezt most én is füvet. Ezt én így csinálom. Tehát füvet dobtam rá, és úgy csinálom, hogy igen, pici vékony föld, a földbe bele a fűmagot, és az szépen egyenletesen elhúzod rajta, nem eszik ki a rigók, nem égeti ki a nap, nem is kell nagyon belocsolni, és mindezt csinálod. A rigó nem eszik ki, van macska. Már ki mer menni a kertbe. Na akkor jó, ha van macska, akkor a rigó. Igen, kezdődik a kert versus rigó. És így szépen. Meg lehet úgy is csinálni, csak rádobod a fűmagot, ha szerencséd van puhába föld, akkor gyökeret vedd, de nem valószínű, tehát a nagyobb mennyiségben az kiég, elhasználódik, nem megy bele, nem furódik bele, és kárba megy. Pici műtrágya, vagy pici termőföld, az még jobb egyébként. Abba bele a fűmagot, egy centi. Nagyon fontos, hogy ne vastagon, mert alatta megfullad akkor a fű. Kedves tanár úr, van egy 15 éves master. Köszönöm szépen. Ez a lényeg. Jó? Így fogom mindenképpen csinálni. Többen kérdezték egyébként a kedves hallgatók közül kutyások, akik hasonlóképpen jártak, mint én, hogy ugye a kutyának a pipije egy kicsit, nem kicsit kiégette otthon a gyepet, hogy mivel védekezzenek ellene, mindenkinek megmondtam, a kertben. Felhívtam, elküldtem e-mailben, stb. Van már egy ilyen csodaszer, nálunk is működik, kutya előszeretettel issza az abból készült folyadékot, és nagyon egyszerű, nagyon hatásos. Működik. És hatástalanítja a kutya is. Igen, ezt mondtad, igen. Hát figyelj, azért, amikor itt tudom én, éveken keresztül nevelgetsz egy pár hamis ciprust, vagy tuját, vagy mit tudom én, ezért... Na most legalább ciprusba vegyél már rendeset. Tehát én értem, hogy olcsóbb a hamis, de... Ne hagyd már, hogy minden látványra. Bevizsgáltattuk, én azt hittem, hogy eredeti ciprus, de aztán kijött az ember megnéz, és azt mondom, hamis. Szóval ez a jó vetési technika. Jó, úgyhogy majd mondd el, hogy milyen fűmagot vetsz, azt tudod? Hát egy ilyen felújító, nem egy, hát ahogy jeleztem, tehát hogy találtam egy gazdaságos megoldást, árérték arányban, remélem, hogy jó is.
Úgyhogy az, de kifejezetten egy sportfű, tehát maga milyen a fű, meg tudod, vékony számú sportfű, erős. Igen, lehet rajta fekvőtámaszhozni. Többféle túsz, tehát hogyha sokat vagy kinn a kertben, az vastagabb szárú van, aki a vékonyabb szárú, tehát nagyon sokféle fű mag van. Megdöbbentem rajta, mert bementem most az egyik barkácsáruházba, ami még maradt a sok közül. Onnan átküldtek a kertészáruházba. Onnan elküldtek a kertészáruházba, és mondták, hogy inkább ott keresem, mert hogy itt leginkább csavarhúzók vannak, fogok és vésők. Igen, itt torstokok. És megdöbbentem, hogy hányféle fű mag van. Nagyon sok. De most komolyan azt hittem, hogy bemegyek, az fűmag egy, ott van a fűmag, nem. Azért jó, ha ráved, mert minél sűrűbb, annál nehezebben jön a tarack, annál nehezebben jön a kétszikű, a gaz. Tehát, meg a moha. Meg a moha az is nagyon agresszív, megeszi a kertedet, de ha minél sűrűbb a fű, tehát ha jól vágod és jó sűrű a fű, nem tud közeljönni a gaz, ez a lényeg. És a moha és a páfrány az még egy ilyen nagy, igen, az egy olyan gyilkos. A moha, a páfrány és a kockás fülű nyúl az nagyon durva. Így van. Tehát, ha például kölköz és bobolysz, ha megjelenik a kertben, akkor menekülj. Na, nézzük a közlekedés híreket, mit írnak a hallgatóink. Azt mondja, pontosan nekem már szépen nő írja. Valaki igazat adva nekünk, talán, hogy nem beszélünk hülyeséget. Köszönjük szépen, Sopron, a süt a nap, tiszta ég, doki. Küldte M3-as bevezető, nagyon telített bankos Kriszta. Aztán a budai rakpart észak felé már most lassú, üzente Laci. A kerítésünk szélén épp most futott össze két csiga, és leestek. Szerencsére súlyos sérülések nélkül megúszták az ütközést, a romokat eltakarítottam, újra szabad a pálya. Kaptuk SMS-ben. Áll a kerepesi, mint a gerej, ha hinni lehet a táblának, akkor ez így lesz október végéig. Jézus Mária, gyerek. Jézus Mária. Ülői úton a CBA előtt frontális baleset, előre láthatólag másfél órás útzár küldte nekünk Roberto. Jani kimondta az igent, ez egy fontos meglátás, köszönjük, annak ellenére, hogy én játszottam. M3-as vezető keményen beállt, és 13. kerület Vágány utca közepén radar van. Igen, hogy hol van az Üllőin a baleset, ez még fontos lehet. A villanytelepnél az Üllői úton teljesen lezárva minden, még a villamos sem jár, két autó ütközött, aki teheti, nem menjen arra. Ez Kispesten van egyébként. Kispesti van. Konkrétan egy picit az alsó állomástól fölfele. Így van. Megvan az M-mentes vezető új címe, Balázs Gizda és Dr. Puliszka. Balázs Gizda. Így van, holnap jön a mi Gáborunk. A Gizda gazda, szerintem ez egy jó rovat cím lenne. Gizda Balázs, gazda. Neki gizda főleg. Gazda. Sziasztok. Ha csütörtök, gizda akkor gazda. Gizda gazda fél órája. Amennyiben gazda. Szeretnétek a gyepet megújítani, üljetek le a nappaliban, nyissátok ki az ablakot, és hívjátok fel a kertészeteket. Szívesen mesélek. Á, nem, egy ideig jó, ha a kertész csinálja, aki megteheti, de egy idő után, ha rákattansz, akkor egyre több mindent veszel át. Nagyon meditatív, nagyon klassz tényleg. Meg úgy tudod leszoktatni magadat a kertészről, hogyha olyat találsz magad, akit négyszer hívsz és ötödszörre se jön. Akkor, amikor a megígérte. És akkor így hatodszorra meg már. Há, igen. Na, azt mondja, hogy nem mondom, hogy a gyerekek, nem akartam, de már a versenyre ránézek, és tudom, hogy mit nem szabad mondanom. Éhes a malac. Ide nekem azt a kis csüngőasút, nem próbálok vigyázni. Legutóbb volt már a vendégünk, és a Maláj Dzsungerről beszélt Kovács Laci. Talán így nem mindenki emlékszik rá. Ő az a pacák, aki ugye mindig nagyon kemény és nagyon nehéz túrákat teljesít valahol a világ valamelyik elhagyatott pontján. És körülbelül talán fél évvel vagy egy évvel ezelőtt volt itt a Morning Show-ban, amikor arról beszélt, hogy hosszú heteken keresztül egyedül próbált átvágni a Maláj Dzsungeren keresztül. És valami éjszaka megrémisztette, egyedül volt, késsel ment, hidat csinált, ágyat csinált, folyón kelt át. Nagyon érdekes dolgokat mondott, emlékszik rá, gondolom, minden hallgató. És kalandvágyból, nem pedig a házastársi összeférhetetlenségből indul neki. Ez megúta ott az utaknak, igen. Irigykedtünk rá, és azt mondtuk, hogy milyen jó, amikor az ember így ki tud ütni 3 hetet, 1 hónapot a saját életéből. Nyilván az ő párjának ez kevésbé jó, hogy nem hall róla semmit. És már akkor mondta, hogy töri valamin újra a fejét. Na hát a helyszín megvan. Körülbelül 400 kilométert megy majd most, ha minden igaz, akkor valahol az Arab Emírségekben egy sivatagban. Nagyon jó választás. Fél nem esik. Érted? Tehát nem az van, hogy így elázol. Szerintem igen. Tényleg. Nem kell mondjuk ízéig, állandóan hónaig mászkálnia mondjuk az iszabban, meg a mindenféle ilyen lápos területeken, vagy aztán amikor talál egy ilyen kis talplatnyi száraz helyet kijön, és 40 darab pióca csüng a testén. És krokodil például egy darab sem. Egy darab sem. Például sehol. Tök jó. Tehát van egy csomó jó oldala a dolognak. 400 kilométert megy majd az Al-Kali sivatagban, ahol hihetetlenül extrém körülmények vannak, és arra gondoltunk, hogy behívjuk őt majd, ha túléli ezt a túrát, de előtte csak telefonon néhány mondatban mondja el nekünk, hogy mégis hogy kell egy ilyen túrát elképzelni, hány kilométert megy pontosan, milyen időjárási viszonyok fogadják ott, egyáltalán mi történik ott, hát számunkra azért ez egy
meglehetősen idegen világ, és sokáig az is marad szerintem. Így egyedül nem vágnék neki. És pont tegnap este volt egy ilyen túlélős műsor az egyik természet csatornán, van ez a Grills csávó, hogy hívják, és most azt csinált, hogy nem ő ment, hanem három. A nevéből kiindult, a tévedésből kattintott el oda, mert azt hittél a TV paprika. Igen, hogy grillezésről. Én is mondom, megörültem, és volt három csávó, aki pont ilyen sivatagi cuccot akart teljesíteni. Egy volt, aki hazaért, a másik kettőt valami hihetetlen. Még keresik, de már nem megtalálták őket, de ilyen helikopteres kimentés. Mondom, 4 napot bírt ki mind a két ember. 4-et a sivatagban. A negyedik nap végén volt egy ilyen jeladó, amit meg kellett nyomni. Mondták, hogy akkor most gyertek. És mondták, hogy de úgy mentették ki, hogy azt mondta az egyiknek az orvosa, hogy körülbelül 15 percen múlt az élet. 15 perc, 4 nap után. Most ő 400 kilométert akar menni emberünk ugyanilyen környezetekben. Nagyon komoly. Óra nélkül és helikopter nélkül. És nem lesz ilyen, hogy nyomom a gombot, azt jönnek, értem. Na, mindjárt megkérdezzük, hogy képzeli ezt a túrát. Kovács Laci itt van velünk. Laci, jó reggel, ciao, hello. Jó reggel. Jó reggel, hello. Szia. Nagyon nem férsz a bőrödbe, tehát mindig kitalálsz valamit. Igen, ez így igaz. Mindig tetrekész vagyok, nagyszerű terveim vannak. És hát ugye a következőnek eljött az ideje. Ugye holnap nekivágok az arab emírségnek, konkrétan a Rubál Kali sivatagnak, ami biztos ismerősen. Igen, de olajérmész vagy? Ezt most inkább nem mondom meg. Hogy mit is hozol? Jól olvastam, hogy kb. 400 kilométer az, amit egyedül készülsz lesétálni? Igen, így van, 4 vonalban 400 kilométer, hát ez nyilván sokkal több lesz, hiszen a homokdűnék egyes részeken ilyen 150-200 méter. Eltűntél picit, eltűntél. Zavarják a beszélgetést. Elindultál úton, vagy már? Igen, már ott van. Most jó hallom. Jó, oké. Szóval nyilván ezt hosszabb lesz, hiszen a homokdűnék miatt elég sokat kell kanyarognom, ezek 150-200 méter magasak is lehetnek egyes részeken. Tehát itt egy kicsit lelassul ez a történet. Majd. De hol vagy most egyébként, a Budin? Nem. Még egy utolsó nagy túlát. Még rá készülsz egyébként? Bírod a kis tereket, próbálj, annyira rosszul hallunk. Lakásban vagy? Csak azért kérdezem. Igen, lakásban vagyok. Odig menjek. Igen. Picsit valahova, ki az erkére, vagy valahova segíts nekünk, mert nem annyira hallunk. Illetve nagyon vízhangos. Jó. Na most lehet. Akkor kimenekülök az erkére. Azaz. Így ott egy kicsit lehet, hogy jobb, igen. Milyen hőingás van a sivatagon? Ez igaz, ez a nappal plusz 50, éjjel mínusz 10? Hát a mínusz 10 kérdőjeles, hiszen ugye a szaudi határól leszek, itt ez a sivatag még folytatódik egy 1000 kilométer hosszan. Ha a széljárás déli, akkor befújja a meleget, akkor nappal melegebb van, viszont éjszaka nincs annyira hideg. Ha marad a uralkodó szívirány, akkor azért 0 fok az, igen. Aha. Laci, visszahívunk, jó? Bocsánat, megpróbálunk még egyszer visszahívni, hát ha jobb lesz, jó? Jó, hívunk, vedd föl, jó? Jó, köszönöm. Ciao. Na, ez így élvezhetetlen. Mi is csak fülesen keresztül nehezen halljuk, aki autóban ül vagy sétál, az effektíve ebből nem hal semmit. Mondjuk azt mondta, hogy a szaudi határtól indul a sivatag, és még 1000 kilométeren keresztül tart, ő meg 400-at megy, miért csak a feléig? Ott van valami. Értem. Oda megy, ott, ott az olaj. Meg kéne nézni a Google Earth-ön. Egyébként egy picit irigykedem. Szóval az ember elfelejti, hogy milyen az, amikor csak magára számíthat, nem? Itt az autód, itt van a családod, itt a telefonod. Most nem azt mondom, hogy lennék bajban, hogy kipróbálja milyen, de amikor effektíve tudod, hogy nincs senki, és neked kell minden helyzetet megoldani, az valami hihetetlen erős önismeret ad egy idő után, és főleg, ha leküzdesz egy olyan problémát, és szembenézel a saját félelméddel, és ott vagy 100-200-300 kilométerre tök egyedül az éjszakában valahol a sivatag kellős közepén. Azért ezek nagyon érdekes tudatállapotok lehetnek, nem? Pont erről mesélt, amikor kint volt a két túrán is, hogy visszajött, hogy ő nem félt, pedig lett volna mitől, hanem ezt érezte, hogy ott van tök egyedül, hogy teljes megnyugvás van, tehát így mindenet kiélesedik, az összes érzékszerved, és csak a feladatra koncentrálsz, és úgy őt ez mozgatja, hogy ez egy marha jó dolog. Na, hát, de azért. Megpróbáljuk újra. Laci, hello, jó reggel! Itt vagyok, a Liva Joelzisból jelentkezett. Nagyon jobb. Na, ez most jobb. Szóval, hogy a hőingadozásnál tartottunk, szerintem a hallgatók semmit nem hallottak belőle, hogy mínusz 10 plusz 50, ezt kérdeztem, hogy ez lehetséges? Igen, a mínusz 10 ebben az időszakban valószínűleg nem. Annyit kell tudni erről, hogy ugye ez nyári időszak. Soha nem megy senki nyáron expedíciózni a sivatagba, ettől egy kicsit pikánsabb lesz a történet. Ugye a szaudi határ felé ez a sivatag még egy 1000 kilométeren keresztül folytatódik. Ha déli a szél, akkor nagyon meleg van, éjszaka is fölhozna nyilván a hőmérsékletet meg nappal is, ha északi, akkor kevésbé.
Ez mit jelent, hogy nagyon meleg? Tehát nekünk hőmérsékletben fokokban hát, mondtad. 50 fok fölé simán elmegy, és hát nyilván a homok az meg még melegebb lesz, amin én éppen ott tapogok. Ráadásul átálltam a mezítlábos futásra, de hát itt kénytelen leszek használni. Visszalépett a cipőszponzoron? Válság van, tudod, válság van. Valamint egy túlélő műsorban láttam, hogy ez úgy lehet túlélni, hogyha eltűnsz a sivatagban, akkor minél többet mozogsz, annál kevesebb esélyed a túlélésre. Ha beásod magad a homokba, akkor ott ugye a fejeden kívül a tested azért viszonylag hűvösebben van, várod, amíg megtalálnak. Ez igaz, hogyha az ember eltéved és mondjuk kevés energiát fogyasztva beássa magát, akkor nagyobb esélye van a túlélésre? Szerintem nem. Megmondom miért, mert mire megásol egy akkora gödröt, hogy abba te konkrétan állva elférjél, hát az egy örökké valóság. Ugye annyira omlik ez a homok össze, hogy ott lehetetlen egy gödröt ásni szinte. Lesz nálad valami készülék, ami alapján téged megtalálnak, ha baj van? Igen, most lesz nálam egy műholdas telefon, egy arab rendszer egyébként, ami ott nagyon megbízhatóan kell, hogy működjön. Csak baksis érve egy. Elvégben tudok életjelet adni magamról, úgyhogy tudok követni az utamon. Mennyi ideig tart maga a túra, amíg átsétálsz ezen a 400 kilométeren? Két hetem van rá, ugye van egy útvonalam, hogyha nagyon nem haladok, mert nagyon kiszámíthatatlan, azt tudnotok kell, hogy utánfutón viszem magammal a vizet. Eleve egy 30 liter víz lesz nálam plusz a felszerelés. Már hogy utánfutod, hogy egy barkasz jön melletted, és egy utánfutón visz a vizet? A motor nélkül te húzol egy utánfutót, vagy hogy? Igen, én húzok. Mérnökök hadával kidolgoztunk egy utánfutót, ami alkalmanként bobbá alakítható, az a kerekét leszhetetem, és húzhatom, mintha a hóba húznék egy bobot. De ez plusz 50 fokban hogy lehet valamit húzni magad után hosszú távon? Ezt nem is értem. Hát ott az ember alig él, olyan meleg van, keveset kell mozogni, te meg húzol egy utánfutót a sivatagban? Igen, így szépen lassan fog haladni. Persze benne van az is, hogy a déli időben ugye hát egy szemárnyék sincsen, a mentőfólia alatt fekszek egy pár órát, és akkor valószínűleg az éjszakába is belehajszolom magam, hogy akkor azért jobban tudok haladni, viszont akkor a tájékozódás problémás. Hol készültél, egy öntödébe vagy egy pékségbe? Szaunába. Szokás szerint a malájult utamra is ugye úgy készültem a klimatizációra, hát rendszerességgel jártam be, és most már nagyon jól viseltem ezeket a 100 80 fokokat. Fokon, csak hogy konkrétumokat mondjuk, bent vagy egy órát? Hát 100 fokon másfél órás edzéseket csináltam. Bent a szaunában? Igen, googoltam, szögdelések. Mindezt egy wellness hotelben is így furán nézett rá, hogy csak aki bent ült a natúrszaunában, te meg ott nyomtad a négy ütemű feküdtem, azt egy felöntésnél, és nem értették a vendégek, és néha rudasban. Jöttek a néni. Aranyom, vigyázzon, tessék leülni, hát ne csináljon ilyen, drágám. Nem zavarok, ha én egy kicsit leülök. Ez az lehet, ezeket érdekes, a börtönben csináltam ezt, a helyi börtönünk felajánlotta a szaunáját, persze ez nyilván nem a fogvatartottaknak van fenntartva, és így egyedül tudtam használni, nem zavartam senkit. Mennyi vizet viszel magaddal? Kiszámolod előre, hogy mennyit iszol naponta, és ahhoz képest viszed? Nagyon nem vagyok számolgatós fajta, különben ugye én 30 litert felrakok, és akkor ezt beosztom. Ugye az is egy opció, hogyha kevés ez a víz, akkor a vizeletet nagyon jól vissza le lehet párolni, és hát lehet belőle ilyen desztillációszerűséget. Azt de fincsi lehet. Az hogy készültet? Belepisíled egy pohárba? Tehát vizelet kurászol, tudjuk az indiaiak is megisznek, de belepisílsz egy pohárba, párolognak a méreganyagok, leszűröd egy szűrőn, és aztán megiszod? Nem, sokkal egyszerűbben ugye gyűjtögeted szorgalmasan, mint a méhecske egész nap folyamán, már amennyi ugye van ilyenkor, vagy jön az emberből kiválaszt, hiszen elpárolod a nagy részt a bőrön keresztül. Csinálsz egy pici gödröt, beleöntöd, fölé kifeszítesz egy fóliát, egy ilyen lencseszerűen, hogy gyűjtse a fényt, beleteszel egy követ középre, alá pedig egy ilyen kis gyűjtő tálkát, és gyakorlatilag a pára lecsapódik, és összefolyik a közepére. És az víz, az iható víz lesz? Igen, az gyakorlatilag desztillált víz lesz. És a kő mit csinál? Én nem értem. Tehát a kő... Hát a kő teszi homorúvá lencsét. Hát lencsét, hát magát a nejlont, ami ugye egy gyűjti a fényt. És akkor lehúzza önmagában. Aha. És azt kell. Igen, ez az a vízmennyiség, amit mondtál, azért az napi 4-5 literre számolva, amit az ember ott elhasznál, hát az nem tűnik olyan nagyon soknak, amit viszel. Nem, egyáltalán nem, főleg, hogy hát bizonyos emberkék azt mondják, hogy 8-9 liter per nap. Én nem tudom, Jordániában, amikor jártam legutóbb hasonló expedíción, akkor én úgy vettem észre, hogy nálam ez egy szerényebb fogyasztás azért, és hát többet egyszerűen fizikailag nem tudok finni, így is olyan lesz, lassú leszek, hogy borzasztó, és hát én úgy gondolom, hogy összehozom, a más nem, akkor nyomom éjszaka. Nem possad meg a víz ilyen melegben? Hát az lesz a legkisebb olyan. Hát, igen, mert most mit tök minden. Milyen állat kisöntem.
Hát igazából itt végképp nem számített, ez olyan lett, mint a húgy szó szerint. Figyelj, a melegnek. Ha azt mondod, hogy lesz nálad egy műoldas telefon, és látni fogjuk, hogy te éppen hol tartasz. Hogyha mondjuk 2-3-szor megteszel egy nagyobb sugarú kört ugyanazon a területen, akkor az nem azért van, gondoljuk, mert hogy nagyon tetszik a környék, akkor azért szóljunk valaki, az egy cím, persze azért szóljunk, hogy ORFK-nak, hogy valami indítsanak egy bevetési kommat. Igen, azok a tiszteletkörök. Nekem az nem emlékszem, hogy van párod, vagy feleséged? Persze, igen, meg kislányom is. Kislányod. És mit mondanak, amikor azt mondod, hogy na irány az alkali sivatag, mit tudom én, 400 kilométeres kis túrára? Azt, hogy hála hát, tudod, ennyi év után nem lesz kevés, drágám. Nem, ne? Felsóhajtanak, mi? Nem, hát nyilván mindenki aggódik, de hát hozzá szoktak, azt kell, hogy mondjam. És a cél a teljes átkelés a sivatagon? Hát ebben a formában igen, egy ilyen U-alakot megyek tulajdonképpen a tengertől le déli irányba, a szaúdi határig, ott vannak titkos katonai támasz, az lesz egy durvább részt, ott egy 150 kilométer viszonyú nagy gyűnék, és vissza a tengerpartra. Milyen érdekes, hogy akkor szakad meg az adás, amikor titkos katonai támasz. Te találkozhatod állattal, emberrel, karavánokkal, tuaregekkel, beduinokkal, busmanokkal, bárkivel? Vagy ott 3 hétig lefátyolozott nőkkel. Vagy 3 hétig, 4 hétig totál egyedül leszel. 2 hét lesz a nettó ideje. Igen, találkozhatok, ez a Lívai oázis, ez egy csoda egyébként, mert gyakorlatilag a sivatag közepén csodát műveltek az arabok. A mélyből szivattyúzzák fel a vizet, és egyes helyeken ilyen pálma ültetvények vannak, ilyen villaszerű építmények, medencével, de ez nagyon munkás, mert mész, és a dűnék között, amit ugye nem látsz, lehet, hogy 300 méterre tőled, egy hatalmas nagy építmény áll, ami gyakorlatilag egy csoda. Aha, tehát ott halszom jön egy ilyen mellett, mert nem vettem észre. Értem, tök jó. Jó, hát gondolom, ezt archiválod is valahogy, tudsz nekünk. Még a sivatagban nagyon sok fotózni való nincs, de csinálj már egy pár képet, egyáltalán el tudjuk képzelni, hogy ez hogy néz persze, ki. Persze, fogok filmezni, még ami érdekessége a történetnek, egy tudományos kísérlet is folyik, vagyis gyakorlatilag kettő, egy speciális vitaminkészítményt állítottak elő nekem nagy körösen, ezt tesztelem, ez egy egyedi módszerrel készült. A másik termék, mondhatom, az is világhírnévre vár, csak nehezen születik meg Magyarországon ez a történet. 10 féle olyan adatot, életfunkciót tud mérni, amit eddig a világon maximum 4-et tudtak, ez egy ilyen kórházi használatra is alkalmatos szerkezet. Stresszintől kezdve rengeteg olyan funkciót, amit egyébként nem tudtak mérni. És hát ennek a kísérletnek én így része leszek, amikor az a feladat, amikor a legrosszabb állapotban vagyok, és nagyon rosszul érzem magam, akkor ilyen méréseket eszközök, és ezt itthon ki fogjuk elemezni. Ott állsz, majd kurva korrektorba dugjam a gépet. Igen, nem hoztam egy hosszabbítót, basszus, kutya fire. Laci, drukkolunk neked. Az hogy érteted, hogy hívhatunk, hogy közben nálad állandóan lesz egy műholdas telefon, és mit tudom, 1,5 hét múlva a jövő hét pénteken mi rá tudunk csörögni, hogy hol vagy, mit látsz magad körül, tudsz velünk beszélni? Igen, így igaz. Tulajdonképpen, ha szerencsém van a Lívai oázisnál, mert ugye az arab emirátus elég fejlett, még az is megeshet, hogy a egyik beduin csapatnál találok wifi-t, és tudok üzenni. Nagyon jó. Jó, megpróbálunk rácsörögni túra közben. Jó. Jó. Anna visszahív, hogy a műholdas számot akkor ad meg léci, vagy valamilyen elérhetőségi eszköz, valamilyen kommunikációs eszköz, és akkor próbálunk téged hívni. És reméljük, hogy nem az iszlám állam valamelyik harcosa veszi majd fel helyetted. Küldjetek érdemlést. És kézzelek, hogy felveszt, és mondja, hogy vizet, nem Kovács! Nem? Bocsánat, téves! Arabul megtanultál néhány szót? Köszönni. Igen, a legfontosabb, inshallah. Inshallah. Tőlem majd elhiszi. Igen. Oké, Laci, hát rukkolunk, jó, ügyes legyél, beszélünk, ha közben elérünk, ha nem, akkor amikor visszajöttél, jó? Jó, rendben van. Nagy kalappal neked, köszönjük ügyes. Szépen, vigyázz magadra. Köszönöm szépen, minden jó, vigyázz. Kovács Lacinak, köszönjük szépen. Aleikum szálem. Az. Nagy kaland lehet. De hát azért nem egy egyszerű történet. Olyan lazán beszél róla, közben egy hihetetlen azért vállalkozás megint. Azért tudja megcsinálni szerintem, mert ennyire lazán veszi. Viszont javasolnám a teszta lelkébe a pisi lepárló megépítését. Jó. Uh-huh. Jó. 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 Persze, építjük. Oké. Okay. Jó. Mi megépítjük, te pedig fogyasztasz. Jó? Mi építünk, te kóstolsz, igen. 7:30 pontosan 5 perccel Óven bácsira, Beru nénire lehet jelentkezni, ha valaki játszana velünk, mi pedig jövünk Ákos hírei után. 7:44, vagyis 3:48 lesz 1 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Sziasztok! Jó reggel! Egy jó kis Tayo Cruz! Tayo volt! Istenem, úgy fel. Nem, de jó, Tayo volt. Tayo volt, Tayo Cruz és Kylie Minogue. Kylie Minogue nagyon jó.
Igen, énekes. Már mindig úgy nem szerettem, úgy mindig kedveltem. Nem úgy, nem úgy, mint énekesnő. Így. Na, hogy úgy. Ja, úgy, de igen. Úgy igen. Kellemes, kellemes. Csinoska, persze. Így van. Valahogy én sose voltam oda, érte? Nem öregszik valahogy. Hát illetve együtt öregszünk. Ja, és akkor azért. És nekem nagyon flexibilis az ízlésem, hogy úgy mondja. Én is tudod, hogy ez a nem öregszik, egy szombat reggel azért ébredjem melletted, és akkor nézd meg ott. Hát egyszer ébredhetne. A videóklipben láttuk meg a fotókon, hát azért... Tehát, hogy ásítson rád egy szombat reggelen valahol Lőrincen. És miért tesztet azért ráeresztelni? Valahol Lőrincen, hogy súlyosbítottad egy kicsit a helyzetet. Ásítson rád Lőrincen a Kylie Minogue. Jó reggelt, Kylie. Jó reggelt, Feri. Nem se tudja. És mit keresünk Lőrincen? És miért? De miért pont Lőrinc? Mi nem lepődnénk meg, ő hogy meglepődne, amikor fölébredne. Hogy hol vagyunk? Lőrincen, hol lennénk Kylie? M3-as polgári pihenőben Budapest felé van egy trafi, mindenki menjen óvatosan. Aztán a Berunén és az Óven bácsi játékra jelentkeznék. Oké, három lábú a 13. kerület Vágány utcában a város felé. Pilu küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán Bear Grylls bárhol megél, de Magyarországon 2 hétig sem bírná, Jani küldte nekünk. Lehet. Érdekes kísérlet lenne. Igen, 1 hét Magyarországon. Bear Grylls ellopnak a bringáját. Igen. Egy hét Magyarország. Hát hány olyan volt, aki körbe tekerte a világot bringával, itt lopták el a bringáját. Motorozott 45 ezer kilométert, a Blahán megfújták a motorját. Gyűjtöttünk neki motorra. Mindig itt ütötték el szegényt, lopták el a bringáját, vették el tőle a motorját, büntették meg. Nem, hát legalább 6 ilyen történet volt, hogy sikeresen letekert 45 ezer kilométert, a Blaha Lujza térre nem jutott. Bement egy gyors étterembe, amíg bent volt, ellopták a bringáját. Na de változnak az idők. Igen? Hát nem, a Gyucsinak is vittek benzint. De ez már mutatja. Igen, megakadályozta a forgalmat, érted? Inkább ezért. A forgalom útjában ne álljon senki. Igen. Felsőcsatári utcában hatalmas trafi. Geri üzeni nekünk, és a Budakeszi úton, a főúton nagyon lassú haladás. Derik az NSK zsaru. Jézus Isten. Ezek a becenevek, te jó Isten. Jól van, játszunk, mielőtt mondanánk, hogy mivel foglalkozunk 9 óra után, viszont azt már most mondjuk, hogy 9 után érkezik hozzánk a Well Hello zenekar, gyerekek. Több apropója is van, egyrészt velük nyitjuk majd a klasztjarat, 2 sokat beszéltünk a fiatalok slang használatáról, amit már talán kevésbé értünk, és ezért szeretnénk velük egy kicsit élőben beszélgetni, remélhetőleg sok a körömére, hogy megértjük azt, kikre, mire gerjednek, kire, mire gerjed az a generáció, amit mi tulajdonképpen már lassan nevelünk, nem? Tehát 14, 16, 18 évesek. Hát ugyaninak már ennyi idős a gyereke. Meg hát, hogy ugye levadászhatom őket egy kis autogram ügyben, mert hogy a gyereknek biztos, hogy igen? Kell, igen. Velhellomániás a gyerek? Persze, szereti őket. Szereti őket, úgyhogy nagyon fog neki örülni. Mind a kettőjüket? Vagy csak a Fluort? Vagy Diaszt? Hát a Diaszt annyira nem ismeri, Fluort azt igen. Aha. Még a szép emlékű Mizu idejéből van neki egy Fluor dedikálása, illetve egy ilyen kis, hogy hívják ki a virágnak sok szeretet, nyilván fogalma nincsen róla Fluornak, de a virág megmorol a győződve, hogy neki van természetesen, hogy Fluor még mindig emlékszik rá, amikor azt neki itt például azt hiszem, hogy akkor most vitt haza a Fluort, legyen az a meglepő. Nem. Most aláírása már van, tudjuk, nem? Most ne haragudj, de nem. Nem tudod most elvinni? Hát addig elmész otthonról. Az nem rossz. Igen. Hát nem hiszem. Eltörte a lábát tényleg? Valami lábfej törése van. És ennek ellenére bejön? Ezt nem ez. Így is kell ezt csinálni egyébként. Miért nem akart ráadást adni valahol? Vagy csak tartozott valakinek egy nagyobb készpénzösszeget. Nem, arra jövő, nem nyomom le. Na igen, nem törjük a lám. Na játsszunk egy jó kis Óven bácsit, Benu nénit már is valakivel. Nem gond, ha nem vágod a pároluktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Csak mondom egyébként, hogy pénteken van a klassz buli, ahol a parkban, ahol egyébként pont a Well Hello lép fel. Törött lábbal. Törött lábbal? Nagyon jó. Nagyon négyből jó. Egy törött. Már miért 4 kézláb megy egyébként? Nem, hanem, hogy 4 lábuk van összesen. Ja, azt hittem, hogy a Flor 4 kézláb megy, és most a 4-ből eltört egy, vagy még nem egyenesedett fel. Mondom, ez finom cinkelés a Tominak, hogy igazából 4-ből 1 törött, hiszen még 4 kézláb. 4 kézláb jár. És erre a bulira lehetett nyerni jegyeket a Csabinál, ugye? Bizonyám. Mindent tudunk, gyerek. Mindent tudunk. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello, Ákos, honnan hívtál minket? Sziasztok, Debrecenből lakok, de itt a úton vagyok Budaörsre. Azaz. Debrecen-Budaörs, nem kis távolság. Mit hozol, vagy mit viszel Budaörsről vissza Debrecenbe? Munkaügyben megyek, hát a cégünk székhelye Budaörsön vagyok, és éppen oda tartok most. Ó, és mi a munkád? Területi képviselő vagyok, így Észak-Kelet-Magyarországon.
területi egy ilyen forgácsoló, hát igen, igen, egy ilyen forgalmazó cégnél. Az jó meló ez a területi képviselőség, nem? Mész. Jössz, mész, kocsit van, kicsit megnézed, hogy jól van-e berendezve az üzlet, árut rendezd, ellenőrzöd, beszélsz a polcosokkal, hogy mit kell csinálni, hova tegyék az árutokat, szem előtt van-e, jó helyre rakták-e ki, nem ellenőriznek azért naponta, szabad is vagy? Így van, így van, így van, megvan a maga fajta rugalmasága, a szépsége. Nagyon jó, szeretem én is csinálni. Céges autóval lehet menni hétvégén. Kávézol, szendozol, csajozol, pasizol. Kicsit csajozol, és azért minden hiperben van azért egy-egy jó csaj. Jó meló ez. Jó, szeretem én is. Oké, akkor szokott menni, Óven bácsi, Berú néni, ki szoktad találni? 50-50 százalékban. 50-50 százalékban. Jó, a sorozatok és filmek is vannak azóta egyre gyakrabban. Egyre gyakrabban. Nagyon szerencsés vagy, mert most nem az lesz. Hosszú idő után belenyúltál egy olyan, hogy visszatértünk arra, hogy dalokat is énekeljen Óven bácsi, Berú néni. És így kell kitalálni, hát hogyha. Mutatjuk, mit csinálnak, figyelj. Mit csinálnak? Fú, a szél a sivatag. Uh-huh. Nagy szél van. Vagy tengerpart? Hát inkább. Aha. Csináljak a szélből hullámot? Figyelj. Csinálj. De jó. Ászlányát. Ja, Istenem, de híve. Elértem a csúnyáját. Elérted erek, ami... Na jó, jó. Mi ez, rája? Ez lesz a nagy... Ugorj be! Fáj, de jó! Feri, gyere be te is! Elvitte a kicsit, elvitte! Istenem! Rámart a kicsire, rámart! Na mutatjuk, ez csak nekünk vicces, gyerekek. De lassan 45 évesek vagyunk, nincs baj. Mutatjuk, mit érekelnek, jön egy rövid részlet, figyelj! Na-na-na! Láttam még egyszer? Jani! Dobálom le, Feri! Jaj, hínár bent a szemembe! Hínár, te hülye proli! Nem a Dunavarsányi bányatomban, hanem az északi tengeren. Hínár! Hát és a szemembe ment a hínár. Hínár, ez nem egy bányató, ez egy tenger. Mutatjuk még egyszer, figyelj! Ajajajajajaj. Hú, fogalmam sincs. Szegény Ákos, nem könnyű. Külföldi zenekar, hogyha lehet ezt tudni? Így van. Jöjjön egy hosszabb részlet? Nem, tippelek egyet, mert a bögrére hajtok, vagy összejön, vagy nem. De akkor kiesel, ha nagyon erősen tippelsz, és nem jó? Tudom, nem baj, kockáztatok. Queen. De jó ez a dal, de kár, hogy nem játszunk. Mi nem játszunk? Ez olyan jó dal. Már végig. Aha. Honnan tudtad ezt? A holdakészítő farkas. Kicsit azért ismerős volt. Szeretted a Queent régen? Hallgattad őket? Hallgattam, igen. De annyira azért nem jellemzően, úgy... Inkább a szüleim hallgatták, és onnan maradt meg a részlet. Én imádom. Imádom őket. Ákos, ez egy szép találat volt, nem is vettük ki a bögrét, úgyhogy megvan minden. Jó? Köszönöm szépen. Ügyes vagy, tényleg. Köszönöm. Köszi, ciao, hello. Köszönöm, örültem, hogy játszottam. Sziasztok. Hello. Ügyes. Visszamegyünk még? Hova, a tengerpartra? Menjünk már még vissza még. Szeretném még fülre? Szállagyunk még be egy kicsit Jarika, tengerbe. Kisfiam, karuszóid megvannak? Persze, itt van rajta. Nem fog egy tarisztja rá! Kisfiam, gyere ki a vízre, egy rohadt nagy úszonyra mögötted! De jó! Haj! Fésűs kajdó! Kiviszem reggel! Kolcos lettél! Szerintem mi 20 évesen rajta maradtunk valamint. Volt egy görbe éjszakánk, és kicsit rajta maradtunk. Igen, hogy az maradtunk? Beépült. Hogy ez egy hosszú, az nagy... Az nem tisztult ki. Pszichoaktív utazás, amiben vagyunk, és hosszú éveken keresztül egyszer nincs meg a valóság. Nem, néha kapcsolatot teremtünk a valósággal, szerintem, de nagyon sokszor elveszítjük. Apám azt mondta, hogy kialszom, de nem. Nem. Fájad, én se javulok. Na, egy... Majdnem azt mondom, hogy érdekes témával folytatjuk, de már nagyon figyelek, hogy ne kelljen. Az nem is százas. Nálam mi a százas? A gyerekek. És mi a másik százas? Milyen másik százas? Hát három, kettő három van. Három van. Három. Ott van az asztalomon.
Na mindegy. Telefonon találta meg a feleség a milliárdos szexképeit, ezt ma címlapon hozta az egyik bulvárlap, és arról van szó, hogy emberünk elvitte, ugye egy luxus telefon, tulajdonképpen elvitte egy luxus telefont egy karbantartásra. Nézzek a szemedbe, vagy mit mutatsz? Anyájét is, a sajátjá is. Levették az adatokat, megtisztították, megjavították, szoftver frissítették a telefont, majd az adatokat rosszul töltötték állítólag vissza a két telefonra, és anya adatait az apa telefonjára, apa adatait, és ez a veszélyesebb, viszont anya telefonjára. És hát kiderült, hogy az üzletembernek a neje hazavitte a telefont, és mit látott? Hát, amit nem kellett volna. Amit nem kellett volna. Hogyan mulatja apa az időt, amikor nem otthon van, és nem a fürdőkádat súrolja, hogy szépen a kád, vagy a jacuzzi tisztítja. Egy milliárdos üzletemberről van szó. Kellemetlen. És kiderült, hogy hát bizony apa máshol, másokkal mulatja az időt, mert hogy talált rajta szexképeket, üzeneteket, állítólag írja ezt egy bulvárlap, és most a feleség válni készül, a milliárdos üzletember pedig perelni készül, ugye méghozzá a telefontársaságot, illetve de pontosabban kemény. A telefongyártóját. És hogy jött rá? Jött egy behívója, és akkor nézem. Múmia. Halló, tessék, anya, te vagy az? És rájött, hogy a férje az ő édesanyjának, vagyis az anyósának a nevét így írta be a telefon. Kiderült minden, hogy a férfi hol lép félre, kivel lép félre, mikor lép félre, és hát hogy is mondjam, szemérmetlen hölgyek társaságában mulatja az időt. Amiről mi beszélünk, az pedig az, hogy a nagy, hát hogy is mondjam, leleplezések mobiltelefonon keresztül, ki mit talált már párja telefonjában, belenyúl-e, aljas dolognak tartja-e, hogy belenyúl a párja az ő telefonjába, és ha már belenyúltatok, mit találtatok ott, mi volt a legszörnyűbb dolog, amivel szembesülni kellett? Hát már maga a belenyúlás is egy érdekes téma. Hogy engeded, érdekes nem téma. Engeded. Lekódolod, nem kódolod, engeded, hogy a párod belenyúljon, aljas dolog-e belenyúlni, vagy ha már valaki belenyúl, oka van rá, szerintem ezt is mindenki máshogy gondolja. Úgyhogy erről beszélgetünk, mindenki gondolja át, hogy hát ha lebukott, akkor hogy bukott le, és mit talált a párja az ő telefonjában, vagy írjanak azok, akik találtak dolgokat telefonban, mert hogy ez is van azért sűrűm. Kész vagyunk. Kb. Meg vagyunk? Szerintem akkor lapozzunk. 8 óra múlt 9 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Szerda van, gyerekek, a hét közepe, jön a jó idő, úgyhogy mondhatni minden. Rendben van, itt vagyunk, és folytatjuk. M7-esen a 133-as kilométernél van egy Trafik GT küldte nekünk, aztán az egyes főút Pest felé nagyon torlódik, Herceghalom után, jó a műsor, kiskacsák. Üdv, postás Laci. Köszönjük szépen. Hát ez mindenféleképpen, dicséret, azt nézem. Mi van még? Váltok egyet, azt mondja, hogy... Kálvin tér, Lónyai utca, vérdugó, agyhalálat is üzeni. Ajtósi Dürer soron baleset a Hungária felé, RA, háromlábú a 13. kerület Vágány utcában a város felé, Pilu küldte, Felsőcsatári utcában Pest-Szentlőrincen hatalmas trafi, és Budakeszin a Felsőcsatári utcában Pest-Lőrincen. Ez a Felsőcsatári. Annak valahogy az hol van? Hogy nem van. Igen? Persze. Fogalma nincs. Trafi az M5-ös kivezetőn Tündi üzente, és az M3-as bevezető nagyon telített, ezt pedig Bankos Kriszta küldte nekünk. Köszönjük szépen. Elnök vagy, hogy benyomtad a közlekedési híreket. Elnök. Ezt elnök? Jön Flór, ezt nyomni lehet elnök. Hogy elnök ha vagy? Ha valami nagyon elnök? Szuper, elnök. Hogy elnök. A zsírt azt már ismerem. Zsír? Az hagyjam el. Még a Zenebutikban hallottad 83-ban, hogy zsír. Zsír. Hát már akkor volt duma, amikor én gimnazista voltam. Elnök vagy? Ez az új duma? Elnök. Igen, mert hogy ugye érkezik hozzánk a Well Hello 9 óra után, sokat beszéltünk arról a nyelvről, amit ők képviselnek, és ők már tulajdonképpen szinte kis túlzással nyilván gyermekeinknek énekelnek, a 18-15-20-as korosztálynak. Jani gyerek egyébként lassan ennyi. Meghívtuk őket, hogy kicsit megnézzük, hogy milyen az a zenekar, akik már egy másik generációnak énekelnek, de mi is nagyon kedveljük őket, sőt, mi több, pénteken. A klassz nyárnyitó bulia a parkban, és ott ők a mi vendégeink, vagyis hogy ők lépnek föl a mi vendégeinknek. Így van, és bemutatjuk ma az új dalukat, ha minden igaz, ugye? Hoppá! Hoppeska! Hoppá! Öcsisa! Ja, bocsánat. Öcsisa! Hagyjad már! Ne légy már cikki, Jani! Szedjük már majd össze valamelyik nap. Tényleg az összes, de tényleg ezeket a régi, akkor nagyon-nagyon menőnek gondol, de manapság már picit megmosolygott ilyen régi szlengeket. Szerintem ezek jók. Jó. Azt nézem, hogy megvan, naptej megvan, törölköző megvan. Irány pancsolni! Na, Istenem, picit lila már a szám!
Anya! Anya! Miért hasonl lebegsz? Gyerekem, vízbe jön, tájszere! Elvitt a meglát! Elnap a lefintem fecskémet! Valami csüng a kukimat! És most apád megmutatja, milyen az, amikor ketté választja a tenger! Hú, csaló vagy! Sétálj! Salom! Szólj anyádnak, sétáljon a szárazföldön! Apád ketté választotta a tengert! Apád se a régi, nem tudja ketté választani. Na. Beteg állatok. Kész vagyok. Na jó. Egy nem túl vidám témával folytatjuk, mégis mindenki érintett lehet benne. Milyen az, amikor párod telefonján valami olyat találsz, amit senkinek nem kívánnál? Telefonon találta meg a feleség a milliárdos szexképeit, hozza ezt egyébként egy bulvárlap a címlapon. Röviden annyi történt, hogy egy több milliós luxus telefonról van szó, hát itt az alkatrészek is nagyon drágák, ezüstből, mit tudom én, titánból, aranyból, kígyóméregből, vörös higanyból készülnek, és hát véletlenül a férfi telefonjának az adatait a feleség telefonjára töltötték vissza egy röpke karbantartás után. Szegény hazament, és hát meglátta, hogy a férje mivel mulatja az időt, vagyis ugye hát ez a klasszikus telefonos lebukás, itt most a férfi perel, egyébként fura módon nyilatkozott a bulvárlapnak, hogy hát igen, ő hogy gondolta, mi történt, és éppen az egyik étterem megnyitóján volt, amikor csörgött a felesége, hogy szembesítse az otthon talált képekkel. Adatvédelmi jogokra hivatkozik egyébként a csávó. Ami, hát figyelj, ami, azért ez véleményes. Egyébként hát, igen, véleménye. Valószínűleg persze hibáztak hát, a cégnél, hogy nagyon keverték, tárolták az adatokat, és keverték, tehát mindenféleképpen van a pernek egyébként alapja, jó, tehát lehet menni. Ugyanakkor meg, hát nem lenne probléma, hogyha nem lettek volna titkolni vagy kis információk azon a telefonon. Ezért kell hát azt csinálni, hogy amikor bekanyarod szépen otthon az utcában, mielőtt ugye hazaérnél, akkor gyorsan törlöd az előzményeket a telefonból. Ez honnan rutinos vagy? Mert mindig így csinál. Milyen rutinos vagy, törlöd az előzményeket? Jó, de azért vannak videók a telefonodon, lehetnek SMS-ek, lehetnek e-mailek, a telefonod szinkronizál az iPad-eddel. Tehát nagyon sok buktató van, és ugye arról beszélgetünk, hogy egyáltalán mit gondolunk arról, hogy a másik telefonjába jó-e belenézni, vagy nem, lehet-e, vagy nem. És aztán hát ugye arra kértük hallgatóinkat, hogy küldjenek nekünk nagy lebukásokat, vagyis mit találtatok ti párotok telefonján, ami szörnyű volt a párkapcsolatotokra nézve, meglepődtetek, és soha nem gondoltátok volna. Hát már ugye nyilván özöllenek az SMS-ek. Jó, tisztázzuk magát az alapfelvetést. A másik telefonjába belenézhetünk-e? Miénk a telefon, mi vettük neki, együtt élünk, nincs titok, elmegy fürdeni, aljas dolog, nem aljas dolog, ki hogy foglal állást, ki kutat a másik telefonjába, ki a legnagyobb nézelődő. Tessék, ki mit gondol erről? Hát szerintem vannak olyan szituációk, amikor nem olyan nagy baj, ha belenézel a telefonba. Ez milyen szituáció? Amikor érzed, hogy valami probléma van otthon, érzed, hogy valami nem úgy klappol. Jó, már. De nézzük el az alapfelvetést. Elmegy fürdeni, kicsit belekutatsz. Jogos, nem jogos, lehet, nem lehet, belenézhetek, nem nézhetek. Ha már gyanakszom, akkor az már egy második. Akkor már nyilván az történt valami. Akkor már nyilván történt valami, akkor már az ember azért nehezen tudja azt mondani, hogy nem lehet. De csak úgy elmegy fürdeni, és egy ilyen csekkolás a telefonján. Kíváncsiskodsz, hogy mi van, merre járt, kivel beszélget? Kint hagyjátok, lekódoljátok, bárki belenézhet, mi a helyzet? Most már szerintem az összes telefon ilyen alapból kódos, vagy ugye az iPhone-ok ez a leolvasós történet, de kóddal kinyitható. Ja. Nálunk például mindenki tudja a másikét, és ki van rakva a telefon. Szabad az átjárás. De hogy nem is jársz át? Én nem néztem meg soha az ő telefonját, és szerintem tényleg? Félfejlő, nem tudom. Törlöm az előzményeket. Nálatok mi a helyzet? Bele lehet nézni? Nem lehet belenézni? Zokon veszi a másik, ha azt látod, hogy hozzányúlt valaki a telefonodhoz. Velem előfordult, hogy belenézegettem. Hogy igen, hogy megnéztem, hogy mi a helyzet. De nyilván te azt, hogy mennyit költött, nem? Vagy hogy a fenében. Nem, mert az úgy van, hogy én kapom meg az SMS-eket. Az én telefonomra jönnek, tehát én mindig tudom, hogy ő éppen hol jár, költekezésbe, így hónap közepén. De én egyszer-kétszer azért már volt olyan, hogy belenéztem. De akkor, már gyanús volt valami? Tehát érezted, hogy egy harmadik befigyel? Nem, hál' Istennek nálunk ilyen még nem volt. Tehát, de nem azért, mert a Mónika belement valamibe, csak észrevetted, hogy valaki a közértbe, vagy a kedvenc cukrászdátokba az egyik pincér úgy nézett a Mónikára, hogy akarhat valamit. Vagy most mondtam egy példát. Azt ellenőrizted? Vagy... És hogy hát, ha megkeresték? Hát figyelj, egy ilyen kvázi, mit tudom én, ilyen zaklatási ügyben. Aha.
néztem bele a telefonjába, amikor valaki rendszeresen hívogatta. És picit féltem tőle, vagy tartottam tőle, hogy mondjuk egy ilyen közösségi portál, konkrétan a Viberen keresztül valaki így megtalálja, mert hát mondjuk nem kell sokat keresgélni a neten ahhoz, hogy az ember mondjuk így rátaláljon, tehát rá lehet azért találni, saját névvel van fent, és tudják, hogy a feleségemről van szó, és egy idő óta valaki így esténként mindig rá telefonálgatott. Én sem mindegy, hogy miért néz be az ember, hogy félti a feleségét, vagy gyanítja azt, hogy esetleg a felesége viszonyba keveredik valakivel. Tehát azt, hogy most rátelefonálgatod, akkor megnézed a számot és lenyomoztatod egy haveroddal, az megint más, mint hogy azért nézed meg, hogy esetleg a feleséged veszi a lapot. Ha félti a feladat, csak ne hívja föl, mert érted, az is költség. Meg ha visszahívja, mi? Én nem tudom, igen, mondom. Nincs viszony, tessék, nincs semmi. Nincs gyanú, szerintem belenézhetsz. Szerintem megnézheted bármikor, mert nincs, tehát nincs miről beszélni. Miért ne vennéd elő? Tehát nincs mit takargatni, akkor... Nincs, hát persze, a Viki miért lenni? De miért ne nézhetné meg a telefonodat? Nincs benne semmi. Azt gondolom, hogy egy párkapcsolatban kell lennie, nem is azt mondom, hogy bizalom, mert nem menjünk ennyire messze, de az az ő intim szférája, az az ő telefonja, ahhoz nekem effektíve nincs közöm. De nincs közöm, mert valamilyen pici magánéletet kell hagyni szerintem egy kapcsolaton belül. Tehát, hogy az az ő élet tere, ott ő SMS-ezik, az ő része. Én nem szoktam vele nézni, nem érdekel az ő telefonja. De ti életetek egy felé mentek, két önálló személyiség vagytok. De miért ne tudhatnál arról, ami ott van benne, hogy egy barátnőjének megírta, azt, hogy a Balázs mindjárt 40 éves lesz, mivel készüljük a szülinapra, hogy mit történt? Na, ez egy jó ötlet. Ha ilyet látnék, annak nagyon örülnék, igen. Bár még csak 38? Mert ha meglepetéspartit szerveznek, szólhatnál neki, hogy felejtsék el, mert azok a gyűlölöm a meglepetéspartikat. Nem tudom, máshogy látom ezt a dolgot. Szerintem nincs közöd a másik telefonjához. Annak ellenére, hogy együtt éltek, kell hagyni a másiknak egy olyan intim szférát, amiben te nem lehetsz betolakodó. És ő lehet, hogy csak a barátnőjével SMS-ezik valamiről, vagy az anyjának ír valamit. Én azt gondolom, hogy ahhoz nekem nincs közöm. Én se szeretem, ha az én telefonomat buzerálják. Tehát, hogy valahogy nem azért, mert hogy van titok, hanem mert azt érzem, hogy megsértenek valami olyanban, ami nekem a magánéletem, és ha valaki belenéz a telefonomba, akkor azt gondolom, hogy annak már oka van, és megvádol kimondatlanul, mert a keresés is egyfajta vádolás, nem? Tehát, hogyha te keresel valamit a másik telefonjában, kvázi kimondatlanul már kicsit megvádolod azzal, hogy gyanús vagy, belenézek, nem bízom benned, ellenőrizlek. Hát ez nem jó egy párkapcsolatban. Más, hogyha én azt érezném, hogy van félnivalom, valószínűleg megtenném. Tehát ne legyünk álszentek, ha arra gondolnék, hogy a Vikinek lehet, hogy van valakie, beltávolodtunk egymástól, flörtől, pasizik, lehet, hogy elmenne fürdeni, belenézni. De ez az teljesen jól vagyunk, de azért egy picit csekkolom, én ezt nem szeretem. Ezt nem tartom korrektnek a másikkal szemben. Ez egyfajta vádaskodás kimondatlanul. Bizalmatlanság, igen. És akkor mindig legyünk résen, turkáljunk a másik telefonja. Az az ő élete. Az az ő telefonja, nekem kvázi ahhoz nincs közöm. Aha. Engem most se zavarna, ő lekódolja. Ez olyan, mint a levéltitok. És nem tudom a kódot. Tessék? Mint a levéltitok. Szerintem kicsit olyan. Sértése, az mondjuk az SMS vagy az e-mailek nézése. Hát szerintem kicsit olyan. Igen. Mikor csekkol az ember, ha csekkol? Amikor érzed, hogy valami de baj van, és nem akar róla beszélni. Megy, ja, úgy értve. WC-be megy, ott hagyja a telefonját, és akkor gyorsan belenézel. Mit nézel először? E-mailt, üzenetet? Üzenetet. Hát, a kiválás nálunk nem, mert a vegetálián sok, hogy nagyon gyorsan a kiválasztások, nincs elég idő, érted, mire megfejtem. Zár. Viszont ilyenkor még a... 50. Kész vagyok. Tudod, a negyedikig soha nem jutok el. Szóval a feneset ugye nem tudom, hogy jó ez. Szerintem ne turkáljuk. Ha nincs rá okunk, ne turkáljunk. Ha van okunk, turkálhatunk. Tudod, ha attól félsz, hogy megaláz, megcsal, akkor tulajdonképpen már felhatalmazott, hogy igen, belenézzél. Mert a férfiak nem hülyék. Érzed, hogy valami gáz van. De teljesen viharmentes időszakban elásott csatabárdoknál turkálni, az azt jelenti, hogy nem bízol a palitban, vagy a feleségedben, akkor kicsit megette a fene az egészet. Hát a saját lelkiismeret megnyugtatása, nekem van egy ismerős pár, aki úgy szokta megnézni a telefonját a feleségének, hogy azt mondja, hogy az enyém lemerült, és hagyd ne tezzek a tiéden. És ott ül mellette. Ott ül mellette, nyilván megnyit valami oldalt, hogyha menekülés, tehát anyu belenéz, akkor gyorsan át tudsz váltani. De közben csekkolja. Közben SMS nézés van. Azzal a kapcsolattal már ott valami nem stimmel. Tehát ott már szerintem baj van. Tehát ez a add ide a telefonodat, hagy internetezzek, de közben lecsekkolok mindent, az azt jelenti, hogy nagyon nem bízom már benned, vagy gyanakszom, vagy azt hiszem, hogy te megcsalsz, vagy magamban nem bízom, és azt gondolom, hogy találsz jobbat. Nincs elég önbizalmam, ezért állandóan csekkolom, hogy nehogy átvágjanak. És ránéz egy ilyen SMS-re, ami mondjuk egy kicsit kedvesebb egy kollégától? Akkor ott mit csinálsz? Ráadásul... Próba SMS-t küldesz? Nem, szerintem az is tök nyomasztó, hogy találsz amit, és akkor előhozod, hogy jaj, véletlenül a kezembe akadt a telefonot, találtam ezt, magyarázd meg. Hát az már annyira méltatlan. Nem?
De hát valahogy el kell indulni. Valahogy tehát ha megtaláltad indulni, már az SMS-t mondjuk, vagy az e-mailt, vagy a bármit. Most biztos azt megyed, hogy beteg vagyok, de én ezt egy picit izgalmasnak találom. Micsodát? Tehát ugye engem például ez a vonal, ez így érdekelne, hogy mit tudom én, kap egy-két olyan SMS-t, amiben bókolnak neki, így meg mit tudom én. Nem, mert tudom, hogy ez önságos lesz. Figyelj, ha erre izgulsz, megírom, megírom őt, hogy csillagokat látsz este. Igen. Igen, azt én is bírom, hogyha valaki ráindul a vikire, vagy a csajom bejön valakinek. Visszajelzés, hogy érted, hogy jól néz ki, hogy bejön más pasiknak is. Szerintem ezzel nincsen gond. És nem borít el a féltékenység az agyadat, és nem akarod megölni, szétszedni, miközben a te feleségedet. Nagyon pici féltékenység van benne, de ugyanakkor meg tök jól esik az elismerés. Az nyilvánvaló. Nem? És én ezt izgalmasnak találom. Hát, és ezért ilyen, az ilyen SMS-ekre mindig válaszolok egy kicsit. Olajat öntök a tűzre. Szia, te is nagyon vagy. Igen, Móni még nem érti, hogy a fene. Igen, most gyorsan be kell fejeznem, mert jön be a szobába. Jövök be a szobába. Ja, nem jön be a szobába. Nyilván ugyanakkor, aki már talált valamit, és akit már arcon ütöttek úgy, hogy talált képet, rájött, hogy a férjének szeretője van, azután mindig nyomot hagy, és kicsit felhatalmazva érzi magát, hogy a következőbe is belenézzen. Én talán azért is vagyok ennyire telefon belenézés ellenes, mert soha nem ért olyan típus csalódást, hogy most azt lássam, Jézusom, fél éve valakinek viszonya van, valószínűleg soha nem felejted el, örökre bizalmatlan maradsz, és onnantól kezdve mindig elkezdesz belenézni, mert ért egy olyan trauma, amit nem tudsz feldolgozni. Tehát én ezt is megértem. Ott egyébként én egy picit olyan bocsánatos bűnnek érzem. Tehát, hogyha valakivel egyszer meglépték, hogyha valakit egyszer megcsaltak, és mondjuk adott esetben ráadásul pont így bukott le, hogy a telefonon keresztül, onnantól kezdve egy kicsit, igen, valószínűleg ez van, hogy ő is azt érzi, hogy fel van jogosítva rá, de nem tudsz, ránézel a telefonra, elmész mellette, izgat azért. Érted? Jön egy bejövő hívás, jön egy látod. Hát ha már egyszer felszarvasztak, az egy egészen más élethelyzet. Igen, itt van egy hallgatónk. Itt volt egy hallgatónk, Csilla, aki rögtön elmeséli, hogy ő mit talált. Közben kérjük és arra buzdítjuk hallgatóinkat, hogy legyetek olyan drágák, tényleg küldjetek el nekünk azt, amikor valami nagyon-nagyon durva dolgot találtatok a párotok telefonjában. Mesztelen női képeket, mesztelen férfi képeket, mesztelen képeket egy zebráról. Ezt most miért mondtam, hogy zebráról? De hogy lesz mesztelen egy zebráról? Lesz mesztelen egy zebra. Leveszi a pizsamáját. Hogy lesz mesztelen egy zebra? Egy leborotvált zebráról? Értitek, hogy néha teljesen, úgy törnek elő belőlem, hogy lehet, hogy van valami az agyammal? Szerintem te rá vagy izgul, vagy zebrára. De miért találna valaki egy képet? Az a baj, hogy kimondod azokat. Küldjetek képet zebráról kabátban. Szerintem már kimondod azokat a vágyokat, amiket egyébként az álmaidban szoktál megélni. Egy mesztelen zebra. Sokszor látom a Vikit egy zebrával. Ráadásul egy mesztelen zebrával. Jó Isten, el kell mennem orvoshoz. Halló, jó reggelt! Sziasztok, Jézusom, de nem vagytok normálisak. Ezt tudom, de és minden nap együtt vagyok önmagammal. Képzeld el, Csilla, hello! Meg a zebrák. És a mesztelen zebrákkal. Csilla, honnan hívtál minket? Hát Budapestről. Budapestről. Na mesélj, mit találtál a párod telefonjában? Legfontosabb, hogy férj, barát? Nem, ez egy volt barátommal történt meg, értelemszerűen volt, és hát annyi történt, hogy a Tiszaparton ittunk, otthon voltam éppen, és a haverokkal ittunk lent a Tiszaparton, amikor ő úgy gondolta kicsit már ittosan, hogy nagyon jó ötlet lesz megmártózni a vizes köveken a Tiszában. És hát megcsúszott a köveken, és hát betört a feje, már felrepett a fejből minden, nekem meg lemerült éppen a telefonon, úgyhogy gondoltam, hívok neki mentőt, mert hát vérző fejem, és lehet tovább bulizni. És ültünk a mentőben, amikor jött az SMS a telefonjára, hogy mennyire jó volt az előző este, meg hogy mikor ismétlik meg minden, és akkor így eldöntheti az ember, hogy most még egyszer én is betöröm az ő fejét, vagy most mi történik. Tehát kapta az SMS-t, tehát nálad volt az ő telefonja, és kapta az SMS-t. Igen. Aha, és ki volt a csaj? Valami csoporttársa, mert egyetemisták voltunk még akkor, és akkor valami csoporttársnőjétől, mert külön városban tanultunk ráadásul. És mit csináltál? Írtál neki, válaszoltál, vagy szembesítetted a vérzőfejű barátodat azzal, hogy ki ez a nő? Igazából önuralmat kénytelen voltam gyakorolni, mert tehát nem volt már az erősen nagyon magánál, én is ittam, és tekintve a helyzetet, hogy ő neképpen vérzik a feje, úgy gondoltam, hogy talán nem most csinálok a többiek előtt balhét ebből az egészből. Úgyhogy ilyen remegő testtel leginkább végigvártam azt, hogy ő neki bevarják a fejét, aztán visszavittem a koliba, és akkor másnap mondtam neki, hogy úgy egyébként kaptál egy SMS-t, ami igaz, igencsak érdekes volt. Szakítottatok is. Hát nem, mert én meg vagyok egy olyan marha igazából, hogy hajlamos vagyok igazából ezeken így megpróbálni túltenni magam, és azt mondani, hogy rendben van, nagyon a kapcsolat eleje
megpróbálhatjuk még, te is hülye voltál, oké, és akkor még ott jártunk egyébként elég sokáig, de ez tény is való, hogy ez sose írtódik. És azt kiderült, hogy lefeküdt ezzel a nővel mellette? Tehát, hogy volt valami, viszonyuk volt? Igen, viszonyuk volt. Viszonyuk tehát, volt. Hogy ott állítólag az ilyen egyszeri alkalom volt, csak aztán még voltak ilyen kis beszélgetések, de nem nagyon találkoztak már többet. A szomorú rész az egésznek, hogy igazából engem tett rettenetesen paranoiddá, és onnantól kezdve viszont nálam tényleg elindult az, hogy nálam volt a telefon, belenéztem a chat beszélgetéseibe bármi. Igen, mi is erről beszéltünk, és akkor igen, szerint működik a dolog. Működik ez a dolog. Igen, és ezt nagyon utáltam magamban is, hogy ezt csinálom, és hát most így hülye hangzik, hogy akkor nem találtam semmit, de így utólag így őszintén szóval, hogy ezt valaki nem bírja így túltenni magát, hogy utána nem ellenőrizgeti, akkor inkább hagyja ott a kapcsolatot, mert akkor ezt fogja megmérgezni. De valószínűleg az újat is megmérgezi. Hát, igen, a bizalmat is, meg az önbizalmat is, mind a kettő saját magadat. Csilla, köszi, hogy elmondtad. Ciao. Sziasztok! Itt vagyunk egy másik hallgatónk, Karolina, hello, jó reggelt! Sziasztok! Hello! Sziasztok. Na, te is kaptál egy SMS-t, és megtudtál egy fontos dolgot a te férjedről, ugye? Hát, egy elég bizarr történet, ugyanis a telefon az övé volt számmal együtt, tehát úgy kezdődött ez az egész, hogy éjszaka felhívott az anyukája, akit úgy köszöntem el, hogy puszi. Majd kikapta a telefont a kezemből, és azt mondta, hogy ki volt az, és mondtam, hogy anyád. Erre földhöz várta, és mondtam, hogy tényleg anyucikád volt, hát most nem anyázok. Igen, és annyira megsajnált, és mondta, hogy jaj, édesem, akkor neked adom az én telefonomat. Majd hónapok múlva ő neki ki kellett menni Romániába, ugyanis ő román állampolgár, ügyet intézni. És olyan buta volt, hogy a hölgynek megadta a régi számát is, ami az enyém volt. Oh. Aha, és fölhívott a szeretője a te telefonodon? Gyakorlatilag 10 napot volt kint, de gondolom nagyon tartalmas volt ez a 10 nap. 4 napra tervezte, de 10-re húzódott. És kaptam egy SMS-t, hogy babát vár. Hogy babát vár. De az már tudatosan neked jött, vagy de a szeretője nem tudta, hogy nálad van a telefon, de mintha az exednek írta volna, hogy édesem, terhes vagyok, babát várok. Így van, így Jézus van. Mária. De ez az a borzasztó, hogy mi azelőtt is igen egymás hétba belenéztünk. Tehát nálunk ez ment, és soha nem bukott le. Tehát nekem nem volt mit takargatnom, én mindig előhagytam a telefont, ő viszont mindig vitte. És mennyi ideje voltatok akkor együtt? Hát 2 éve voltunk akkor már együtt, és pici babánk volt. És pici babátok volt, kiment, viszonya lett valakivel, terhes lett a csaj. Igen, és állítólag ide is hozta Magyarországra, tehát még 6 hónapig mi együtt voltunk ezek után, és úgy intézte a dolgait, hogy a hölgy gyakorlatilag ide jött Magyarországra, és azóta se tudom, hogy mi van. Tehát és őt választotta? Gyakorlatilag szerintem már itt megszűnt a bizalom, itt már egy elmérgesedett helyzet volt, és gyakorlatilag ez a 6 hónap arra kellett, hogy ő megalapozza a jövőjét még, úgyhogy nyugodalomban. Tehát ráadásul ilyen biztonságjátékos is volt, addig veled maradt, amíg meg fel nem építette a másik életét, és amikor az kész volt, akkor ott hagyott. És azóta nem is jön, nem is foglalkozik a közös gyereketek. 8 éve nem láttuk. 8 éve nem is láttátok. Igen, elment egy darab személyigazolvánnyal, és azóta nem láttuk. Atya Isten. Hát talán jobb is, hogy így talán jobb is egyébként. Igen. Az de hát ugye ez úgy indult, hogy az ő volt az, aki bizalmatlan volt velem. Tehát, hogyha nem bizalmatlan velem, és nem töri össze a telefonom, akkor talán lesz a buki. Ugye? Hogy kicsit mindig az kiabál, akinek a háza ég? Ez mennyire igaz, hogy az a féltékeny, és az a bizalmatlan, és az turkál a más telefonjában nagy közhelyre, hogy azért így van, aki közben tudja, hogy saját magáról is, hogy lehet, hogy szerintem ő is megtenné. Ez egy bizalom hiány. Hogyne? Persze. Mindenki magából indul ki. Nem, azért vannak kivételek, én. Igen. Meg én, hát én is belenéztem, aztán nekem sem volt semmiféle takargatni valam, de én éreztem, tehát nálam volt egy ilyen. Igen, másképp is a csajok ezt remekül érzik meg, tehát valamilyen 7.-8. bőr alatti érzékszerűk. Igen, aztán ezt egyébként megérzik, hogy mikor kell a pali telefonjába úgy belenézni, hogy aztán ott legyen is valami. Köszi, hogy elmondtad, vigyázz magadra. Én is nagyon szépen köszönöm. Ciao. Sziasztok. Hello. Na, gyerekek, hát töménytelen mennyiségű SMS, hogy ki mit talált már a párja telefonjában. Népbetegség, úgy tűnik. Népbetegség, igen. A megcsalás és a félrelépés, úgyhogy jövünk az SMS-ekkel Ákos hírei után. 8 óra múlt pontosan 42 perccel. Jó reggelt kívánunk minden morning show hallgatónak. Gyerekek, a Zsültől hallottam a legbetegebb dolgot, ami egy párkapcsolatban előfordulhat. Elmondhatom?
Hogyne. Jó. Hogyne, nyugodtan. Ha nemet mondtál volna, és elmondom. Vesztek 4,5 kiló sert és zsírt. Nem. Kézzétek el, az ő barátja mindig felcsatol egy jó nagy brokit, de hogy... és olyan dolgokat... És fülltojásokat ver szét a dzsúr homlokán. Nem. Hogy van, én nem tudtam, hogy van ilyen párkövető applikáció, ami arról szól, hogy ő visszaigazolja az ő párját, és mind a ketten látják, hogy hol van a másik. Hm. Na hát ez totál beteg. Hát ez totál beteg. Tehát te nézed, hogy hol a te párod, és ő is nézi, hogy te hol vagy. És folyamatosan csekkoljátok egymást, hogy hol a másik, mire mondod, drága volt, az ő aranyos volt, mert azt mondta, hogy hát ez olyan jó, mert ha valahol találkozunk, akkor látom, hogy hol tart. Mondom, jó, te durva, nyilván. És hogyha mondjuk hazafelé jön a melóból, és nem a szokott a kettes metró vonalán jön, hanem mitén kerül egyet valahova. Metróban nem működik. Akkor minden, jó. Éreztem, megcsalni a mozgó lépcsőn. Éreztem, hogy meg fogod a lényeget. Én ott fognak lenni. Szóval, hogy nem megette a fene az egészet, ha már egy ilyet kell rátölteni a telefonjára és a tiéden, és egy ilyen, ahogy nézitek, hogy hol van a másik. Hát miről szó? Egyfajta biztonság. Egyfajta biztonság. Mi hagyjad más? Ja, hogyha valami történik vele. Persze, nyilván ennek van egy ilyen olvasat, és hogyha este eltűnik, én látom, hova, csak mondom, hogyha vele valami történik, az első, hogy eldobják a telefonját az első árokparton. Tehát, hogy nyilván nem azzal együtt rabolják el. De ez azért biztonságot ad, nem? Tehát, hogy az, hogy tudod, hogy hol jár a másik. Mert például mit tudom, hogyha felledem mondjuk Lázár János telefonján, és Schiffer András folyamatosan látná, hogy külföldbe ahol tartott, nem? Akkor később ebből nem lenne probléma. De ne, hát ez maga a rabság. Hát így nem lehet élni, hogy már konkrétan követő programot telepítek a párom tel. Hát az mi? Az a bizalmatlanságnak a csimboraszó. Nem hiszem el, mennyire jó vagy! Nem hiszem el! Csimboraszója! A csimboraszója! De nem így van, hát tudnom kell, hogy hol van, nem mehet oda, ahova akar, birtokolnom kell, ellenőriznem kell, követnem kell. Hát a fene megette az egészet, ha annyi bizalom nincs, hogy ott vagy, édesem, ahol akarsz, ha akarsz, akkor délelőtt 10-kor elmész egy bengmasszázsra egy egyetemista lányhoz, és megcsalsz azzal. Nem fogom tudni, ha meg akarsz csalni, úgyis megcsalsz. Nem így van? Ez de akkor látja, ezek állandó kereső szavakat. A egyetem életemben nem jutna eszembe egy ilyet. Hát az már, ez már egy pecsét a kapcsolatotokon, hogy kell egy követő program. Jó azért, ha látom, hogy hol vagy. Hát mi a fenében? A Zsüll azért kéri ezt, hogy mikor ér haza az asszony, hogy a másik elmehessen, vagy mi? Érdekes dolgok ezek. Figyelj, ha akar, úgyis megcsal, ha már nekem követnem kell, azt már kicsit tényleg megette a fene. De komolyan mondom, nem, hát nem bízok benne, és nézem, hogy hol váltok, miért vagyok vele, miről szól a kapcsolatunk. Ez egy állandó féltékenykedés és bizalmatlanság alap, hogy kémprogramot, vagy ilyen követő programot, vagy figyelő programot telepítünk egymás telefonjára, hogy lássuk azért, hol van a másik. Ha megáll kicsit a Király utca 16-os szám alatt, akkor de meg ez az, hogy tényleg, hogy azt látod, hogy mi van ott a Király utca 16-ban. Hát tudom, nem fura. 10 perc, oké, nem nyilván. 15, 20, 30, 50 percet ott elt, akkor már megkérdezed a barátnődet, hogy mit csináltál olyan sokáig? A Király utca 20-ba? Kérlek, mi van? Okay. Fogadjunk, hogy olyat is telepítettél. Akár utca 12, csak befizettem. Na, az a 10! Fura, na mindegy. Nézzük a hallgatóinkat, hogy mit írnak. Ugye telefonos megcsalásokról beszélgettünk, illetve pontosabban arról, hogy ki mit talált már a párja telefonjában. Máshogy látjuk a dolgokat. Feri azt mondta, hogy nem baj, ha valaki valakinek a telefonjába belenéz. Ez is egy elfogadható dolog, hiszen nem lehet titok egy párkapcsolatban. Jani azt mondja, hogy ha gyanít valamit, akkor azért igenis lehet turkálni. Fene se tudja, én lehet, hogy akkor valóban belenéznék. Egyébként azt gondolom, hogy nincs az embernek közel másik telefonjához, de nagyon sokféleképpen látják ezt, és nincs jó vagy rossz látásmód. 9 év házasság után éreztem, hogy valami nem stimmel, megnéztem a férjem telefonát, úgy, hogy ott ült velem szemben, két gyerekünk ott játszott mellettünk, szerelmes e-maileket találtam. Kiderült, hogy viszonya van, még aznap elköltözött, életem legnagyobb csalódása, sose gondoltam volna, hogy egyedül maradok egy egyéves és egy 4 éves gyerekkel. Írta nekünk egy hallgató. Öcsém 10 éves volt, amikor épp a kígyós játékot játszott anyukám telefonján, amikor anyunak egy szerelmes SMS-e jött egy idegen számról, azóta kiderült, hogy egy családi barát, apukám a mai napig nem tudja, tesóm a 20 éves, a viszony még mindig tart. Hú, gyerekek, az is kemény. SMS-ből jöttem rá, hogy felesége családja van, munkájára hivatkozva csak hetente egyszer-kétszer találkoztunk, fél éve lett gyanús, hogy nem veszi fel a telefont, a hívom. Nála sose találkoztunk, de az én lakásomhoz kulcsot szeretett volna, ilyenkor az a baj, hogy nem csak benne nem bízol már, hanem a következő párkapcsolatodban is szkeptikus vagy. Én beleolvastam volt párom SMS-ébe, SMS-ben randit beszéltem meg a nővel, el is jött, szép volt, így egy hallgató, folytatás nincs, azért az is kemény, nem? Hogy a két nő megbeszél egymással egy randit, úgyhogy az egyik nem tudja. Pont azért nem nézek már a párom telefonjába, mert a korábbi csalódás után azt gondolom, hogy amiről nem tudok, az nem fáj.
Ez is egy érdekes hozzáállás. Én egy home videót találtam a párom laptopján, a közös ágyunkban egy másik nővel. Rémes volt. Fú. Párom rendszeresen nézi a telefonom, e-mailem, Facebookom, engem nem érdekel, mert szeretem, visszafelé nem működik, de nem is vagyok kíváncsi. Volt párommal, azért lett vége, mert belenéztem és érdekes SMS-eket kapott a barátomtól. Ez Tomi küldte nekünk. Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Sziasztok, Erika vagyok. Hello, Erika, te mit találtál? Hát, 5 éve vagyunk együtt már az első barátommal, ő mindenben az első, és nagyon nagy szerelemben voltunk, amikor érdekes lett, hogy mindenhova viszi magával a telefonját, nagyon gyanús volt, úgyhogy hát belenéztem, és láttam, hogy Skype-on pasikkal, akiket nem ismertem, beszélget. Kíváncsi voltam, hogy kik ezek az új haverjai, mondom, tök jó, végre eljár valahova. És amikor belenéztem az e-mailekből, akkor eléggé hát, szexuális tartalmú dolgok voltak benne, uh-huh. 30-40 fickóval, és egy kicsit kiakadtam. És nem hát, csak beszéltek ezekről a szexuális dolgokról, hanem csinálták is, ugye? Vagy ez nem derült ki? Azt nem láttam, tehát akkor már síró görcsben voltam, és nem is igazán érdekelt. Kérdőre vontam, és hát azt mondta, hogy ő unatkozik, és hogy szüksége volt egy ilyenre is. Atya Isten. És azóta kiderült, hogy volt-e viszonya ezekkel a férfiakkal? Azt mondta, hogy csak ennyi volt. Hát ki tudja, uh-huh. Nem tudom. De milyen kis naiv vagy, és azóta is vele vagy? Igen. Igen. Megbeszéltük, akkor azt mondta, hogy ez csak így kellett neki, és ennyi volt, de azért furcsa. De van hiányérzeted a kapcsolaton belül, mondjuk érzelmileg, vagy nagy isten szexuális téren? Igen. És pont ez a vicces, hogy mind a ketten ezen veszekedtünk, hogy valamit érzünk, valami hiányzik, hát ő megtalálta a módját, hogy pótolja. De ráadásul azt mondtad, hogy 30 férfival levelezett? Igen, igen. Ez sexting, nem? Sexting. Aha. Tehát ez amikor itt sextingelsz, nem? Az mi? Igen. Hogy levelet írsz a szexről? Hát, ami ilyen szexista, vagy ilyen szexes csetelés, nem? Aha. Hát, hogy mit csinálnál most velem, aha. És én mit csinálnék te veled. Oh. Hát azért ez nem teljesen abban az értelemben, mert az emberek felesége van, azért ez egyébként normális, mert semmi baj szerintem azzal, hogy van a pali-palinak irogat, csak ha közben van egy társa, aki nő, akkor azért az picit fura. Azóta néztél bele a telefonjába? Igen, azóta nem találtam ilyet, viszont azóta csajokat találtam. Nincs egy érdekes. Miért vagy vele, ha folyamatosan azt gondolod, hogy megcsal, félrelép nőkkel, csetel, férfiakkal csetel? Miért vagytok még együtt? Na, ez egy jó kérdés, de azért benne van, hogy szeretjük egymást, viszont hát, kell valami más is. De téged ő boldoggá tesz? Megkapsz mindent, csak mellette keres, vagy te már boldogtalan vagy mellette? Hát én már nem érzem magam jól, úgyhogy... Tehát két boldogtalan ember él együtt, közben igen. Pedig... És te is félrelépsz? Vagy neked is vannak? Én nem. Te nem. Miért nem szakítotok? Miért nem beszélitek meg, hogy eddig tartod, menjél te jó is, élt ki magad, jó volt. Van gyerek? Dehogy is. Én csak 23 vagyok, úgyhogy múlva lenne. Értem. Aha, neked akkor ő, ahogy mondtad, az első nagy, ugye? Igen. Hát, lehet, hogy ezért is ragaszkodsz hozzá. Ez anyám. Uh-huh. Nehéz. Hát ez nem egy egyszerű élethelyzet, nyilván igen. Igen. És ő se boldog, és ezt el is mondja, hogy neki szüksége lenne már valami másra. Nem, amikor kérdőre vontam, és megkérdeztem, hogy akkor most szakítsunk-e, azt mondta, hogy nem, velem akar lenni, és hogy imád, és hogy ez csak egy kaland volt. Aha. Lehet, hogy magának sebedi bevallani. Hát igen, az első az mindig nehéz, hogy az ember fölébredjen, felnőjön, és hozzon egy jó döntést, és egyébként ott hagyja az illetőt, tehát ahhoz még azért kell egymás mellett szenvedni egy-két évet, főleg, hogy ilyen fiatal vagy. Igen. Szerintem nem ferezel, picit én legalábbis úgy érzem, ez az én saját privát vélemény, hogy kihasznál téged. Igen. Az állandóság, amikor nincsenek ott ezek a kis chat barátok, barátnők, akkor te ott vagy. Igen. Mennyi idős? Mennyi idős a pasid? Ő 26. 26, aha, hát igen. Nem élt ő még eleget. Nem kell neki egy stabil kapcsolat. Igen, köszi, hogy elmondtad, kitartás. Gondold át, Erika. Hát az első mindig nagy szerelem, a nők kicsit máshogy néznek rá, de hát ha nem vagy boldog, akkor ne vesztegesd a fiatalságodat. Igen. Hát értékes évek ezek, el lehetne tölteni máshogy is. De nyilván neked kell tudni, nem akarok befolyásolni. Köszi, hogy elmondtad. Köszi szépen, imádlak titeket. Hello. Azért önmagában az is milyen megdöbbentő, nem? Hogy belenézel a feleséged telefonjába és más nővel, mondjuk az a fele se tudja. Ugye ez is egy érdekes dolog.
Vagy belenézel nőként, és más pasival, az megrázóbb. Az nekünk férfiaknak kevésbé megrázó, vagy lenne megrázó, ha a feleségünk félrelépne egy másik nővel. Fura, nem, egy nőnek az, hogy a félrelép fél egy másik férfivel, azért az megrázó lehet. Nem? Ráadásul videó. Te mondanád, hogy küldjön képeket. Ha persze. Nem? Hát ugye? Van. Vicces. Én hülyén gondolkozom. Haza is hozhatod. Én vennék egy 3D-s kamerát is vennék. Oda, GoPro-t tennél a fejére. Húztam tisztáid, nem gyertek. Kicsim a GoPro-t a fejeden, ne felejtsd el bekapcsolni, ha találkozol a Gabival, mert én otthon akarom wifi-n nézni, igen. Szerintem nagy műsor lesz. Jó, igen, Mártul a Tocsips, meg vagy jó, felrakom 3D-s szerüveget is mozik. Ha a nő vagy, és a férjed félrelép egy férfivel, az megcsalás? Nő vagy? Nő. Persze. És ha férfi vagy, és a feleséged félrelép egy nővel, az megcsalás? Megcsalt téged a feleséget, ha félrelép egy másik nővel? Ha érzel. Egy másik nővel? Igen. Miért lenne megcsalás? Egyszer? Csak miért nem volt GoPro a fején, ugye? Ez a kérdés. Hát mondjuk akkor viszont két felvételt kérnék, mert GoPro-val a fej azért az... Azért. Érted. Van egy filmvigyátékunk, meg van egy szexfilm. De akkor is érzelmileg valaki mással bonyolódik egyfajta viszonyrendszerben. Most oké, ez a nő. Persze. A férfiak mégis annyira perverzek, hogy azt mondják, hogy az nem megcsalás, mert az a férfiakat izgatja. Nő a nővel. Az nem megcsalás. De mégis elárul, hát te testiséget követel valaki mással. Egyszer vagy érzelmi kapcsolatban vannak, és hosszú távon megy. Nem mindegy, Feri, csak otthon legyenek, nem? Az is igaz. Ez az elég bonyolultakat, mintha érdekelne. Főztem nektek egy kis meglepít, tehát a műsor. Igen, én megnézem addig a Reál Juvét. Érezzétek jól magam. Így van. Csak ne legyen hajasakád! Ennyit kérem. Ugye milyen hülye helyzet egyébként? Milyen nagyon, hülye helyzet? Nagyon. Nem? Az. Vannak itt a pasi nehezebb meg. Hát azt gondold el, hogy rájössz, hogy a férjed valójában mondjuk meleg. Ugye? És egy olyan palival éltél együtt, akit te nem ismersz, és közben férfiakkal volt viszonya. Ezért az egy nehéz élethelyzet. És mondjuk van két gyereked, de a férjed 40 évesen megvilágosodik, és azt mondja, hogy rendben van, akkor én mostantól kezdve palikkal élek. Tehát azért az egy nagy trauma. De számomra egyébként a legdurvább SMS az volt, amikor beolvastad, hogy a hallgatónknak az öccse, aki 10 éves volt, észlelte, hogy kapott ugye egy SMS-t az édesapja, és azóta 10 év eltelt, és ez a kapcsolat még mindig tart. És az öccse tud erről az egészről. Én ott egyébként valószínűleg be... Nem, mama azért serénykedik. Várjál, de nem ott, nem a mama, papa. Papa volt az, aki... Nem, a mamának volt viszonya. Tehát az öccse játszott a mama telefonjára, és mamára ráírt a pasi, és kiderült, hogy mamának szeretője. Igen, igen, pontatlan voltam, tényleg így van, de hogy ott én biztos, hogy beszéltem volna már ez alatt az elmúlt, nem 10 év alatt, mit tudom, az utóbbi 5 évben azért beszélgettem volna mamával, mert ez azért... Hát a férj nem tud róla. Tehát ki beszélgetett volna a mamával, ha a férj nem tudja, hogy őt megcsalja, ki a gyerek? Hát, hogy 20 éves srácról van most már szó. Hát van egy élet mögötted, ott van, amit ezzel fogsz, ezzel tönkre tehetsz. Bár tudjuk, hogy hazugság az egész, de apa és anya együtt vannak. Kimondtad. Oké, csak ha én, mint gyerek ezt megborítom, hazugság akkor... az egész. Oké. Nekem, mint gyereknek jobban van kiderül, egyébként beárulni a saját anyámat. Ez a ti privát szférátok, ez a ti kis, hogy hívjákotok, a családotok. De összedől az egyébként szép világot, hogy van egy apa meg egy anya az életedben. Én sem ártanám be. Oldják meg, ez az ő életük. Nekem nincs jogom az én anyámat borítani az ő életét. Ez megint egy másik témák lenne, mert családi barátként lehet, hogy nem lenne korrekt. Írjuk föl! Családi barát. Ja, Feri, ide a homlokomra, hogy fogmosásnál már lássam. Várjál, szöggel. Hármas ugrás játszunk már, itt is van a hallgatónk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt, sziasztok! Edina, hello Edina, jó reggelt, honnan hívtál minket? Sziasztok, Budapestről. Budapestről, mit csinálsz? Dolgozom, de most félreálltam az autóval. Mit dolgozom? Hogy tudjak veletek játszani. Egy területi képviselő vagyok, egy ebédháztoszállító. Ez ma a területi képviselők napja. Igen, úgy már volt egy. Konkurencia volt? Nem volt konkurencia, nem ezt csináltam. Nem volt konkurencia. Nem. Van segítséged, Edina, vagy egyedül játszol? Egyedül játszom, nincs segítségem, van még egy telefonom. Na, erre gondoltam, ugye mondtad, hogy félreálltál az autóval, csak hogy valaki esetleg ott van, Skype-on, nem, WhatsApp-on, vagyok, nem. Egyedül vagy. Na, egyedül. Jó. Van még egy telefonod? És erről a párod tud? Igen. Milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy szerintem egy picit nehezek. Nehezek, ezt szeretem, mikor kemény vagy. Így szól az első kérdés nyakba akasztóját. Hány oldala van egy paralelogrammának? Paralelogramma.
Paralelogramma. Parallelogramma. Négy. Parallelogramma. Engedd el. Az a sima kocka? Tudod, hogy tök hülye vagyok. Az, vagy az a trapéz, vagy melyik a parallelogramma? Teljesen abszurd módon hülye vagyok el. Kocka hogy lehet szerinted? Akkor kocka nem lehet, ez egy négyszög. Jó, most akkor oké, feszítsetek keresztre, mi az a parallelogramma, hogy néz ki? De miért kevered magad bajba? Ne húzd az időt, mondd meg! Nem tudom, Polda, ez egy négyszög, az biztos, hogy négyszög közé tartozik, ugyanúgy, mint a deltoid, meg ugyanúgy. Hogy néz ki? Négy oldal, ez a lényeg. És trapéz alakú, kocka alakú? Fakker. Rajtok egyet, mert nem tudom elmondani. Te tudod, Erina, milyen alakja van? Négy oldalam van. Egy döntött kocka. Az, igen. Mint hogyha Feri ráült volna egy kockán. Érted, és egy elcsuklik. Döntött kocka. És most kérdezd meg a paralelepipedont. Hagyjál már paralelepipedont. Már nekem már meg abban sikerül, hogy ki tudom mondani. Így szól a második kérdés. Baseball sapkáért. Ki az a Grammy-díjas brit énekes zenész, aki szerepelt a Ravasz az agy és a két füstögő puskacső című filmben? Brit. Énekes zenész. Tantrikus jóga kedvelő. Jó, hát most... Sting! Jaj, te jó vagy, így van! Sting. Így van! Googli? Mi más? Na, akkor viszont gyors vagy. Így van. Menjen a harmadik kérdés? Milyen jellegű? Annyit elárultok. Sport? Nem nehéz. Nem, sport, de az nekem igen. Nem, akkor nem. Megállom. Na, segítő, megcsinálod. Persze, nem. Persze, megfelelő. Ne, te, majd ilyen napunk van, majd jó kedvünk van. Segítő. Na jó, okés. Na, akkor menjen. Így szól a harmadik kérdés. Milyen állatokra vigyáz Pásztor Maldonado? Dehogy is. Nem. Milyen nemzetiségű a Forma 1-es pilóta Pásztor Maldonado? Milyen nemzetiségű? Ő. Pásztor. Ugye? Hol vannak a pásztorok? Hol élnek? Na? Hűha. Éreztette, hogy meg kell állni? Igen, köszi. Ígértük, hogy segítünk? Igen. Nem, én nem igen. Jó, igen. Nem amerikai. Így van, és nem betlehemi, ahogyan ott mondja, hogy egy pásztor. Akkor valahol Közép- és Dél-Amerika a megfejtés. Igen. Akkor Venezuela. Venezuela. Így van. Hát Venezuela. Honnan tudtad ezt? Honnan tudtad ezt? Tudtam. Kaptam egy SMS. Forró vonalon voltál valakivel. Forró vonalon. Hogyne? Kitől kaptam? Szújó Zolitól? A férjemtől. A férjedtől, aranyemberű. Edina, megvan az ajándékcsomag, óra, nyakba akasztó, baseball sapka, minden. Jó? Cukik vagytok, köszönöm, rendben. Köszönöm szépen. Úgy megilletődtél, most jön ki a stressz? Igen. Látnátok, teljesen. Érzem, hogy most. Igen. Már jössz le a csúcsról. Köszi a játékot, puszi. Én is puszi, sziasztok! Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Ez valóban egy keményebb kérdéssor volt. Én szeretem, amikor oda pirítasz. Most egész héten ilyenek vannak. Igen? De mi van? Elfogyott az utasítottak, vagy mi van? Nem. Kaptál egy határozott nevet? Ez szörnyű, hogy megjöttnek. És akkor most... most mindenkit legyilkolok, előszállalok, nektek se legyen jó nekem. 9 óra van pontosan, érkezik hozzánk a Well Hello gyerekek. Hashtag. B-O-S-S hashtag. B-O-S-S hashtag. Klasszikus. Aha, na jó, van, akkor ennyit fogok hallgatni. Velük beszélgetünk majd 9 óra után, most jönnek Ákos Irei, aztán itt vagyunk mi is. 9 óra múlt, pontosan 14 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello. Hát ezt a dalt én nem ismerem, mi volt ez, jó volt? Nem is hallottam. Hogyne, persze. Ella Eyre, érted? Ella Anderson, csak többen kérdezték, hogy mi volt ez, próbáljunk segíteni, nem mindig látom a monitort. Ja, Ella Eyre. Ella Eyre. Yes. Na jó, nagyon képben vagyunk. Az öregek, tudod, amikor rádió műsor vezetni. Ja, kell, kiszelőztettük a Mojirtó szagot? Ja, naftalin szagot? Igen, a fiatalok elérzünk, ugye? Tök ciki lesz, hogy vén emberek ülnek, mi? Na, majd amiket kérdezünk, gyerekek. Na, azt mondja, hogy Vasmegye búcsúi határnál van egy trafi, Anasztázia küldte nekünk. Aztán Balázs a háromszög meg van, ha nem, ugrik a jogsír. Köszönjük szépen, igen, fogalmam nem volt, hogy a paralelogramma az pontosan hogy néz ki, bajba lettem volna, de rájöttem, hogy egy fektetett kocka. Vagy egy ilyen elferdített kocka. Hát miért tudom én? Viszont nyelvbotlás nélkül kimondtad legalább ötször. Szerintem ez azért nem rossz. Az életemben ez sokkal egy kettes. Sokkal nagyobb teljesítmény, igen. És mi a másik, amit mondtál? Paralelepipedon, az ugyanaz, csak térben. Paralelepipedon. Ez az a kocka, egy picit.
Te tényleg ilyeneket csak aztán. Megírom a matek leckédet, baby. Kicsi. Ez volt. Megmutatom a paraelepipedomomat, persze. Na, látod, ez már nem jött. Óriási háromlábúval mérnek, 15. keletben a Bánkút utcában, a Szerencs utca után, a Szent Mihályi felől érkezőket Böbe küldte nekünk, valamint baleset történt az M5-ös kivezetőjén, Pest felé hatalmas a sor, aki tud térjen le, ezt Paja küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, hozzánk pedig megérkeztek a mi vendégeink. Itt van a Well Hello zenekar. Jó reggelt! Hello! Sziasztok! Jó reggelt! Figyeljetek, mikrofon szűkében vagyunk, ez azt jelenti, hogy aki beszél, az nyugodtan kapja el, vizualizáljon oda bármit, hogy mit kap el, csak jó közel, jó? De ezt gondolom a koncerteken is így megy, nem? Tudom, jó közel, egyébként itt van. Vagy ott van két mikrofon. Igen, a koncerteken azért szokott jutni kettő. Jól fut a szekerük. Nem egymás elől vesszük el, hogy erre gondoltál. Egy abot. Itt az kell, hogy jó közel. Na, mi történt a lábadban? Ez még egészen friss, ahogy látom, egy nagy gipszben érkeztél hozzánk. Így van. Három napja sikerült egy nagy rekládát ráejteni. A rekláda, hogyha valaki nem tudná, rengeteg hangszer van benne, és egy borzasztó masszív doboz. De mikrofonra van pénz, ródra nincs? Nem én vittem, én csak már egy-két pálinkát megittam, aztán hirtelen fordultam be a sarkon, ahol meg pont hozták ketten a rekládát, és az első az egy kicsit elejtette, és egy kicsit ott volt a jobb lábam, úgyhogy három lábújjam eltört, meg így középen a középszár csontnak hívják talán, és ilyen mindenféle járulékos csontok, úgyhogy hát most egy hónapig ez van, de nagyon nem érdekeltet, ugyanúgy folytatom. És, de ez fekvő gipszem. Hát ez fekvő gipszem. Jó, ahhoz képest egész jó vagy. Igen, viszonylag mobil vagy, ez képest. Tényleg fekvő? Komolyan? Igen. Pont arra mentem ki, amikor emlegettétek, hogy akkor lesz majd rossz, ha nagyon büdös lesz, ugye? Tehát erre értem ki, hogy ezt éppen mesélted a Tominak, hogy ez majd igen, akkor lesz nagyon rossz a büdös. Igen, meg, hogy rendkívül válban azért meg fog erősödni, illetve tricepsben, úgyhogy úgy ki lesz pattintva. Igen, mert azt tudni kell, hogy a Diaz a személyedzőm is egy kicsit, bár hát nem látszik egyébként, úgyhogy ez nem volt feltétlenül a dicséret. Rajta vagy rajta, ki nem látszik, hogy személyedző. Ja, szóval a Diaz mindenben belelátja azt, hogy mit fog erősíteni éppen, és melyik izomra jó. Elképesztő az a fajta betáblázottság. Most itt Jani nézte át a koncertjeiteket. Hát az valami hihetetlen. Persze, mert ide olvasgatja az ember, hogy ez a kis csapat, meg az a kis csapat milyen népszerű, de hát igazából azt, hogy egy csapat mennyire népszerű, az semmi más nem mutatja meg jobban, mint hogy mennyi fellépése van egy hónapban. Megnéztük a júniusotokat. Ti népszerűek vagytok. Ami azért izgalmas, mert ugye olyan nagy daltermés még nincs. Tehát amikor a Well Hello-t felkapta ez az ország, és azt mondta, hogy az összes falunap, és az összes mindenütt, akkor volt három dalotok összesen, amikor elkezdődött a dolog, most már nyilván több van. Miből áll a koncert? Sztorizgatás? Stand-upolás? Kátyatrükkök? Nem, hát. Vagy egy-két neoton dal, mint a Kassa Tibi. ez jól elindult, aztán jól vissza is mondtuk az összes falunapot, szóval nagyon vállalunk ilyesmit, de zenekarral megyünk csak, és nem is vállalunk ilyen Kassa Tibi féle CD-s megoldásokat. De ő is élőben van, nem akartam látni, hogy ő élőben van, zenekarral csak énekelni egy-két neoton. De őt ezért kedveljük. Na, falunapokon nem. Pedig milyen jól hangzik, amikor fölmegy a TSZ-nök, vagy nem is tudom, hogy most mik vannak. Ugye fölmegy a polgármester, és azt mondja, hogy na, a pörzsölés előtt, akkor itt vannak ezek a Hernó srácok, a rakpartot elnyomják. Én ezt 5 évig nyomtam, nekem volt, hogy fél órát késett a fellépésem, mert le kellett dobálni a fákat, mert favágó verseny után voltam. Én megértem, hogy ezt nem nyomjátok komolyan, mindent is szerelem. Ha erre már egy zenész azt tudja mondani, hogy gyerekek nem, az már jelent egy bizonyos szintet. Komolyan mondom. Tehát ez tökre megértem. Ennek ez még a Tomikám, mert a böllért még nincs itt, mert mindjárt, de csak még nem. Igen. Maga Józsibe combon szúrta már. Hangosítás, hát itt vannak a beagok, álltok a 20 éve, jó volt, ennek jó volt a Omegának, nektek is jó. Igen, és tipikusan fején a részek polgármester, aztán Bunyós Pityó és a Solymász bemutató között el lehet lenni. De szép. Neked, Tomi, egyébként az egy tudatos döntés volt, hogy a fluor jelenség után te ne egyedül folytass, hanem valami teljesen más csinálj, hogy kilépj ebből a fluor tomizós dologból, amiben te azért elég hosszan benne voltál, nyilván érthető módon, ez egy tudatos döntés volt. Vagy te? Nagyon más választása benn volt valóban. Nyilván más kezelni egy csapatot, én is jobban tudok így idézőjelve brandként tekinteni rá és pozícionálni valahova, meg nekem az egy borzasztó nagy tanulság volt a fluoros évekből, hogyha hülye gyereknek mutatod magad, akkor elhiszik. Úgyhogy ezt én beszoptam. Jó, mondjuk tettél érte. Abszolút. Igen, de kitaláltál egy brandet, egy félreálló baseball sapkát, kicsit ez a hülye, ez a szerencsét, és úgy érezted, hogy ez kezd rád ragadni, vagy azt gondolták az emberek, hogy ilyen vagy? Igen, kezdték az
azt gondolni, és közben meg nem annyira. Tehát, hogy akkor is ez egy teljesen komoly, tudatos döntés volt, és épített döntés, csak igen, azért olykor-olykor túlhúztam. Aztán ez a tanulság nagyon jól jött a Valhallónál, hogy ez pedig akkor már egy prémium app kategóriába pozícionálni elnökibe. És elnökibe! Elolvastam egy-két dalszöveget, majd mindjárt a papa kér egy kis segítséget, és segítsetek meg, miközben a 40 felé, hogy én is megértsem. Azt még el akartam mondani, tegyük hozzá, hogy mi a Tomival már a Valhalló előtt is tevékenykedtünk együtt, ugye két számunk, vagy három meg is jelent, illetve egy évig konkrétan jártunk is fellépni, akkor még úgymond félórás zenekar nélküli megoldásban. De rohadt sok pénzt kellett fizessen, hogy föl is vállalj. Ugye? Hát nem, igazából nem volt pénzem, a Tomi meg így meglátott a gettóba, és akkor fel akart engem fedezni. A mocsokból kiragadott. Majd erről csinálunk egy filmet. Figyelj, de te egy ilyen tudatos pali vagy, hogy te egy brandingelsz? Meg hogy akkor most ez felül brandingelem, meg a Tominak milyen brandje volt, és akkor most a Valhallót hova brandingeljük? Tehát, hogy te közben ezen egy ilyen marketingesként, önképzett marketingesként kattogsz, hogy hova brandingelt például a Valhallót? Mert ilyen szavakat használsz közben. Abszolút ez történik, teljesen tudatos, hogy azt is meghatározom, hogy akkor mi fér bele, mi nem fér bele, nem tudom, miért ne jöjjön le a tévé forgatni a próbaterembe, mert az hogy nem illik a csapathoz, tehát hogy ruhában legyek. Ilyen ruhában legyen, és hogy fésülje a haját, és van egy csoki a kocsiban. Én ezt bírom, ha valaki ilyen tudatosan gondolkozik, tehát azért nem mész el egy reggeli műsorba jópofáskodni 3 percen műsorvezetőkkel, hogy beszélj a napi horoszkópról, mert hogy ott legyél és szerepeljél. Tehát minden olyat beválasz, ami mondjuk a csapatnak jó, de építő, de nem feltétlenül az öncélű szereplés a cél. Jól értem? Így van, meg mostanában nagyon szeretek aludni, mert nagyon keveset tudok, de tény és való, hogy nem megyek be a Twilight-ról beszélgetni mondjuk a Mokkába. Ez még mondjuk egy Flor Tominak 3 évvel ezelőtt jól állt volna, nem? Vagy 5 évvel ezelőtt? Igen, akkor azt túl is vállaltam, tehát én konkrétan nem tudom, amikor bagetteket dugdostak az emberek ajtókba, már azért a témáért is bementem, és na ott éreztem azt, hogy mi az Isten csinálok egy bagettel a kezemben reggel 7-kor, tökához. De bedugtad legalább. Dugtam be, nem tudom, mert ketté törtem és kardoztam vele kb. De teljesen. Ez a mitutolog egyébként nagyon kísért téged? Vagy titeket? Hogy írni egy hasonlót, írni egy ugyanolyan jót, írni egy olyat, amit többen néznek, egyetek kérik tőled, hogy játsz ezt is? Mert tudom, hogy nem játszátok. Teljesen tudatosan. Egyszer se kérték még a Gránátos dalomat egyébként többször. Az nagyon szimpatikus dal. Azt én is jobban szeretem. Igen. A pont-pont-pont Gránát, igen. Az nekünk az utolsó dalunk lenne, amit lejátszanak. De ezt az emberek tudják, hogy ez egy Valhalló, másik sztori, és itt már nem kérünk Mizút? Ezt így kettőt tudják választani? Így van, ezért sem Fluor és Diaz amúgy, mert nagy annak vége. Igen, hogy érezzék, hogy nem. A Mizút szerintem körülbelül ilyen 1300-400-szor eljátszottam, elreppeltem, vagy eldallamos reppeltem, és így úgy döntöttem, hogy ez itt tök jó. És megutálhatja az ember a saját dalát is, kicsit eljuthat odáig? Hogy... Hát nem utáltam meg egyébként. Csak elég volt. Ja. Na jó, egy kicsit igen. Kimondhatjuk, hogy azért már úgy nem éreztem annyira magaménak így ebben az időszakomban, meg életszakaszomban, hogy a két kicsi legózzak meg. Meg egyébként jó, mert az emberek már nem annyira mondják ezt, megszokták, hogy rakpart van, meg apuved meg hashtag elnök, meg nem tudom. Hashtag elnök, jóló király, igen, mindjárt átnézem, egy rohadt büdös szót nem értek ebből az albumból. Amellett, hogy nagyon kedvelem, hallgatom a szöveget, egy rohadt szót nem értek. Mi a megosztás? Egyébként mindenki ír mindent, összerakjátok, vagy van zene, van szöveg, felelős, csak a kettőben áll össze a Valhalló? Hát nagyon jó a munkamegosztás nálunk. Általában a Tomi írja a szövegeket, Max a refrén, néha összeülünk és agyalunk rajta, de tényleg a Tomi a szövegfelelős, én meg a dalokat írom. Te mit csináltál előtte? Neked volt zenei képzettséget, csináltál valamit, vagy ti valahol haverkodtatok, kiderült, hogy jól működik, és azóta együtt. Hát mi a foglalkozás? Én leginkább zeneszerzőként dolgoztam, hangszereltem hazai előadóknak, illetve voltak kisebb próbálkozásaim külföld felé. Mond a karamellt. Igen, de a Tomi úgy szokta mondani, hogy de az amúgy dolgozott a karamellel is, meg minden. De ezt írtál neki dalt, vagy vittél neki kávét, amikor kért egyet? Ugye nem mindegy azért, hogy az ember hogy dolgozik, milyen minősítésében a karamellel? Hát, hogy mi volt? Nem, hát dolgoztunk együtt, például a Vízió című lemezén, öt dalban is dolgoztunk együtt. Nekem ő volt az első így a pop előadók közül, még egy benzinkúton dolgoztam, és akkor hívott föl. A Gyáli úti benzinkút. Múltkor hatalmas flash volt, hogy mentünk fellépni, és pont mondtam a srácoknak, hogy most jöttem rá, hogy itt dolgoztam, és annyira. Isten, hadd tankoljam én meg az és autót. És hogy a Tomi meg kiragadott innen a mocsokból, és most itt vagyok. Oda mentél Tomi, és azt mondja neki, elnézést, a szívét lemoshatom a lajszint, egy jaj, basszus, ezt zavarodtam nála, ugye, a régi emlékek megrohantak.
Nem akarok nagyon komolyodni, de kíváncsi komolykodni, de kíváncsi, hogy ti hogy látjátok azt a generációt, akinek egyébként szól a dalotok, hogy milyen ez a 15-18-20 éves generáció, talajvesztettek, mivel lehet őket megfogni. Minden második ember akar elmenni külföldre. Mit láttok erről a generációról, akinek egyébként írjátok a dalokat, és akinek szól ez a dolog? Hát egyébként nem feltétlenül nekik írjuk, meg egészen meg vagyunk lepődve például. Múltkor Moson Magyarra van az első három sor milfekből állt, és nem meg is volt egy jó milfekből. Na ezt látod, értem. Ezt már Jani is érti. Egy jóféle milf az első sor, a gyerekek a fél kezünket oda benne. Kérdezzétek a mestert. Így van. A jó, mertek néha lepattanózni? Végre egy-egy. Azt a szakszofonosuk szokott. Igen, ővé a milf kategória, az ővé? Ja, meg szoktuk kérdezni, hogy na ki akar csókolozni a szakszofonossal, és akkor felteszik a kezüket a lányok, és akkor lecsókolja az első sort. És múltkor feltettek egy képet az egyik ilyen megosztó oldalra, és azt írták, hogy hashtag a szakszofonos rámegy a lepattanókra, valami ilyesmi volt. És konkrétan csókolozik a rajongók a koncert alatt. Fúj! Fúj! Látod, ilyen a best ofban nincs? A rohadt, hogy valaki felmegy és a dobossal smárol. Na, ővele igen, de csak fiúk. És főző. Akkor a kellemes műf a végén azt mondja, akkor átadod majd a Diaznak, ugye? Persze! Hogy ne! Elvicce! Szóval nem kifejezetten egy generációnak szól, ezt kezdted el mondani a zenétek, ugye? Nem, tehát széles a merítés. Sőt, nekem például anyukám barátnői ennyit még nem jártak koncertre, úgyhogy látom, hogy több korosztálynál bejött. Hát, hogy mit látok a generációról, az érdekes, mert néha én is ilyen furán öregnek érzem magam, hogy bezzeg, amikor én még, de közben meg... De mennyi idős vagy, Tomi? 27. 27? néha érzem. És anyukád barátnői? Ugye? Hát egyébként fiatalok, maradjunk annyiban. Igen? Na. Őket csókolta meg a szakszofonos. Nem. Ki a nagyobb csajozógép kettőtök közül, tessék? Ki az, aki szívesebben marad koncert után, mi közönséggel kapcsolatot ápolni? Hagyjuk a szerénységet. Diaz, igen? Oda-oda éreget? Nem, abszolút nem. Fúj, de rohadt kabus vagy! Miért nem mondod meg, hogy ilyen basszus, fiatal vagyok, menő zenekarban szerepelek, csajozom, mert ezzel nincs semmi baj. Nagyon szeretünk elbeszélgetni a lányokkal. Nyilván. És sem a relativitás elmélet. De szeretjük átadni a szakszofonosunknak. Őket. Szeretitek átadni a szakszisnek. Atya Isten. Na nézzük, tessék, apu, vedd meg! Ugye beszéltünk erről, hogy mi ebből egy csomó minden nem értünk. Előttetek is ott van a dalszöveg, vagy csak én? Én az enyémet neked odaadtam, ők meg csak tudják. Nem? Én tudom fejből, igen, menni fog. Tudod, tudjátok, hogy Laci olyan gondos volt, hogy ők is kaptak a szövegbe. Hát, ha nem megy, mi? BOSS hashtag... BOSS szveg, ugye hashtag? Hashtag szveg. Ez mi ez a BOSS szveg? Hashtag heg, ez micsoda? Ez mi? Hashtag kertek. Tudom kell, ha a gyerekem erről beszél. Ez micsoda? Tehát ez mit jelent? Hát alapból ugye van a super swag, az a boss swag, a mi van? Mi az, hogy a super swag, az a boss swag? Egy évesen és egy 38 évesen ültek, csak mondom, hogy óvatosan. Tényleg csak annyit kérlek, hogy az egyik szlenget a másik szlengel nem magyaráz. Higgyetek el, a Feri is tud olyat mondani, amit nem ismertek, inkontinencia. De már szépen kezelik. Nem, nem. Mondtad, hogy ilyen geometriai elemek. Na ugye, ott megfogadunk, mi bar a lele pipedon. A pipedon, te azt nem értettük. Nem, hát ez a főnöki elnökiség a boss swag. Igen. De ez miért mondjuk, a swag csak azért használd így a BOSS-nek, hogy kijöjjön a dalban, a prózódia? Hát nem, hát ez a főnöki elnöki, BOSS. Aha, BOSS, adom. Én szeretek betűzni, FLUOR, stb. Én mindig betűzgetek. Tehát az első sor apján arról szól, hogy van valaki, aki baromi menő, és akkor az apja megveszi ki neki a rakpartot, a Jampi élére vasalt nadrág, fogkövemet Swarovskiból rakták ki, a nyaklánc a fejemet húzza rajtad, mi ez a gúnya rajta, Gucci van, te csóró jó, vagy. Én... Ugye, te tessék? Mehetne már koncertre? Jól érzem. Tehát, de ez nem a ti világotok, nem? Vagy ez a ti világotok? Vagy... Nem, igazából ezek a kis tapasztalatainkból születtek. Ugye rengetegszer láttuk klubokba, hogy nem tudom, különböző városrészekből megérkeznek fiúk, lányok, és mondjuk a apu lányok... autójával, nagyon drága telefonokkal, így drága cuccokban. Uh-huh. És veszik az iróniát? Vagy pedig ők is lelkesen éneklik azt a szöveget, ami róluk szól? És egyébként ez direkt így született, hogy egyébként aki magáénak érzi, az is szeresse, aki meg utálja őket, az is, és ez egy ilyen csodás, ilyen összetartozás, érzés növelő történet.
Most már meg vagy a meg, abszolút, minden nem, persze. De azt nézem, hogy mi van még jó, benne. Neked? De a többit azt egyébként értem. Tehát, hogy egészen jó hozom. Egészen jó hozom. Tessék? Szex. Fura ez a három betűs. Az mi Isten lehet ez? Ez a három betűs szó, az mi az Isten lehet. Tudtok valamit a péntekről, hogy mi lesz ez pontosan? Megkaptátok már írásban? Jöttök hozzánk, ugye? Klassz nyár party. Ja, klassz nyár party. A fröccsös. Fröccsös. Az. De te nem ihatsz, mert a másik lábadat is eltöröd azt a tolókocsit. Hát figyelj, egyébként majdnem elestem itt a lépcsőn felfele menet a Diaz kapott el, úgyhogy ott leszek, de szerintem nagyjából ilyen felpolcolt lábbal. Az jóló. Az jóló. Az jóló lesz. Ezt most jól használtam? Jó volt. Jóló? Ja, jóló. Jani, jóló megvan? Nagyon, hát én nekem megvan, mert hogy minden nap hallom a 13 éves lányomtól ezeket a dumákat. Csak nem ért, az a baj. De most már értem. Furcsa most játék. Már tudod, most már értem, most már értem. A lányod is nyomja ezeket? Persze, igen? Persze. Csak mondom, hogy hangot nem értek az egészből. És amikor megkérdezem tőle, hogy mit jelent, akkor meg... és így lepatti. Jó, utoljára tesz a Neoton familiában, hogy milyen jó játék ez a jó. Utoljára tesz ott adat. Autogramot elkérted? Ja, tényleg autogramai kell a lányomnak, csak azért most nem koncentráltam, hogy keresem Majka SMS-ét az SMS falunkon, amiben kikéri magának, hogy itt vagytok. Jó, őt is hívtuk. Figyelj, miért? Hogy titeket például zavar másoknak a sikerei? Ezt így nagy általánosságban teszem fel ezt a kérdést természetesen. Nem, egyébként tegnap pont megnyertük a fonogram díjat. És, gratulálunk, és köszönjük szépen. Ez a jó szó, ugye? És kaptatok egy posztot? Nem, és ott mondtam Majka is, Facebook oldalán. Amikor átvettük, mondtam is, hogy köszönjük, de kicsit rosszul érzem magam, mert a Majka megint be fog találni a Facebookon. Jó, csak várjatok, mondjuk el akkor, mert ez nem mindenki számára egyértelmű, hogy miről beszélünk, ugye tudják a hallgatók is, hogy Majka kiírta, hogy a Well Hello-t például mi játsszuk, és hogy milyen alapon játsszuk. De hogy őket nem. Őket, ha őket nem, nyilván hát ez egy program döntés, tehát ebben nekünk beleszólásunk nincsen, csak hogy megírta, és pont benneteket említett, hogy titeket igen, de őket nem, közben őket nézték, mint a legtöbben a YouTube-on. Vagy amikor itt találkoztok, ezt így érezni? Vagy van ilyen ennyire erős ez a szakmai rivalizálás, hogy ki kit játszik, meg ki hol szerepel? Érdekes egyébként, mert én nem értem a Majkát, tehát egy tök tehetséges műsorvezető, egy tök tehetséges előadó is, és ráadásul nagyon sikeres hát is. Hát és ennyi szól a sinyában. Nem nagyon értem, hogy most ott miért zavarja ez, hogy igazából szerintem egyébként körülbelül még 30-szor annyit is keres, mint mi, mert hogy a jogdíjon akadt ki, tehát hogy így annyira nem világos, de azt is tudom, hogy ő egy ilyen hirtelen haragú, temperamentumos csávó, aki így kicsit így felbosszantja magát, kiírja magába, azt utána nem érdekel. Legutóbb amúgy, amikor találkoztunk, akkor egy kocsiból üvöltött ki, mert éppen futottam, és így üvöltött ki egy kocsiból, hogy na mi van, Flóra, mióta kírtam a Facebookra, hogy dagadt, vagy látom, futsz már? Igen, futok. Igen, és gondoltál még valamit hozzá. Jani, te tényleg futsz egyébként? Hát most már nem. Most sehova. Kérdez a személyi edzőjét. Egyébként nagyon szorgalmas, és tényleg tök sokat fut. Jó, többet mostában, mint én, és a konditeremben is mondjuk próbálja elcsalni, tehát hogy tudod, észreveszem, mondom, ez 5 kilóval kevesebb, mint múltkor, gyerünk. De egyébként még így is mondta, hogy tök jó fej vagyok, tehát hogy ennél még keményebbnek kéne lennem, csak hát mindig megsajnálom szegényt, pláne most. Na, meghallgatjuk akkor ezt a kis dalocskát, amit hoztatok, jó? Nem sokára van egy pici reklámunk, és akkor utána a halott pénzzel együtt énekeltek? Milyen kevesek voltatok már, vagy? Még egyszer? A halott pénzzel együtt éneklitek az új dalt. Így van, az Emlékszem Sopronban című remek művet. Elnöki dalt. Elnöki? Elnöki dalt. Ez a Soproni fesztiválra utal? Ez egy fesztivál főcímdal lesz? Abszolút. Rendkívül megtisztelő egyébként, hogy felkértek rá minket, és idén ráadásul a nagy színpadon leszünk, ami meg azt gondolom, hogy hatalmas szó. Halott pénz meg rendkívül jó címboránk, barátunk, én már évek óta dolgozom vele. Tomi is csinált vele közös számot, úgyhogy így eléggé sima volt az, úgyhogy ez nagy színpad Sopronban, Majka kezelőkörben. Na mindjárt meghallgatjuk akkor az új Well Hello-dalt. Jó, 9:30 múlt, pontosan 4 perccel jövünk egy pici szünet után. 3:45 lesz, pontosan 6 perc múlva, és az új Well Hello dal a halott pénzzel. Emlékszem Sopronban, ez a dal címe, kérdezi valaki, mi ez az új Hip Hop Boys? De szép volt az annak idején. Igen. Egy végén majd felmegyünk a hegyekbe. A legnagyobb. Szoktuk hallgatni egyébként a turnébuszban. Tényleg? Egy jó Hip Hop Boys, attól jobb kedve lesz az embernek, nem? Tehát, hogy ragadom meg. Ez ó, persze. Zseniális. Hát azt imádom, a kedvenc sorom. Tudom, a van a szemmegy, kis odaszólok egyet, na hello baby, gyere, együnk egy kis meggyet. Oh.
Életet csajozós dumája lenne. Kora duma, óriási, óriási. Igen, csak ti direkt írtok ilyen szövegeket. Figyeljetek, és mi ez a 80-as évek mánia nálatok, ami számomra marhára szimpatikus, de nekem mondjuk kompatibilis is a koromnál fogva. De hát ti azért, hogy éltitek meg ezt a 80-as éveket? Látni ugye a klipeknek a stílusában, zenéileg is nagyon sokszor utalgattok rá. Kemény három év volt ez. Azért, helyettem, gondolom beütött. De durva volt, tehát ezt meg kell élni. Emlékszem, hogy Csibet csoportban jártam. Igen, igen, amikor... Isajó volt a jelen. Kalapács lett a jelen. Nem, hát én nagyon szeretem alapvetően azokat a zenéket, amik újak, de 80-as évek szerű, de hülye hangzott ez, de van ez a throwback electro, throwback indie megint nevű kezdi műfaj. és ez erről szól, a Diaz meg alapból Phil Collins, és ő szereti az igazi 80-as éveket, én meg a mostani 80-asat, ami nem kamu, csak új. De ezt olvasom, igen, Phil Collins, Michael Jackson, Toto, hát ez a komoly zenészeket kedvelsz. Igen, én egyébként anyukám rengeteg zenét hallgatott kiskoromban, és kb. Ezekre nőttem fel, és a mai napig imádom például Phil Collins, tehát, hogy így otthon rengeteget hallgatom, igen, vagy Michael Jackson. És ha jól sejtem, egyébként anyukán kb. Annyi idős, mint a Vadon Jani. Na, és nem engem mondom, látod? Igen, 1970-es, nem tudom, mondd erre a hányos, 1970-es, 70-es olyan. Majd megadom a nevét. Jön a Totó Budapestre, csak mondom, jön a Totó. Méltatlanul. A pecsába rakják őket, de most június van, 20-akárhányadikán jön a Totó. Milyen jó, hogy nem Zoltán Erikát hallgatott, nem? Anyukát. Igen. Több generációs, well, hello, imádlak benneteket, nagyon jó a dalotok, csak így tovább, remélem az új dal is jól fog menni. Gratulálok, puszi, Dóri. Azt mondja, hogy megyünk egy-két barátnővel a parkba, sok sikert nektek, és a lányomat is visszük, írja nektek. Mm. Aztán, aha, persze nem csajoznak, Diaznak megvoltam, Zolika Pécsről. Kaland az kaland. Hát érted. Ki kell szolgálni. Továbbra nem akartam beszélni. Mindent a közönségért. Jól van, srácok, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Pénteken este találkozunk, akkor mondjuk mindenkinek, hogy a parkban nagy klassz buli, és klassz indító buli, és ott lesz a Well Hello zenekar is. A lányok is jöhetnek, de főleg az anyukák, jó? Jóféle milfek előnyben, így van. Köszönjük szépen, Bicegiel, vigyázz magadra, jó? Itt lába. Csak egy utolsó kérdés, ezt sem akartak elhinni, hogy igazi, ezt itt megemlítetted a dal alatt, hogy még valaki ezt se hiszi el, hogy ez is ja, kamu? Igen, igen. Na, ebből mi lesz? Biztos ez is valami hülye ötleted, és majd jövő héten derül ki, hogy mi a poén. Kicsit rád ragadt azért ez az a sztori, nem? Hogy a csávó, aki minden humorizál, és még mindig 16 éves. Igen. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok, köszi, csávó. Köszönjük a Well Hello-nak. Mi pedig már is mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó ma reggel. Több minden témánk volt. Egyrészt fölhívtuk a nagy túlélőt, Kovács Lacit, aki ugye volt már nálunk itt a Morning Show-ban, most éppen készül átszelni egy sivatagot. 400 kilométeren keresztül megy majd egy arab sivatagban, valahol az arab emírségekben. És ha minden jól megy, iszta majd a saját pisiét is. Így van, 400 kilométer gyalogol egyedül, nappal 50 fok, este mínusz 10 fok. Kicsit a körülményekről kérdeztük, hogy mégis mire számít, és meghívtuk, hogy jöjjön el hozzánk, ha visszajön. Ez volt az egyik témánk, a másik pedig az, hogy ki mit talált már a párja telefonján, amivel párja lebukott, egy magyar milliárdosnak rosszul töltötték vissza a karbantartás után, rossz telefonra töltötték vissza a képeket, és a felesége kapta meg az ő SMS-eit, chatjét, szexképeit, mindent. Igen, volt nagy meglepetés. Arról beszélgettünk, hogy ki mit talált már párja telefonjában. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 8 perc múlva pontosan 10 óra. Búcsúzunk lassan. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Ez jó két arc volt itt. Nagyon jó srácok ezek. Bizony. Muzsika is szeretik őket. Nekem is. Autogramom is van. Jaj, de jó neked. Kértél a virágnak? Aha. De igen. Jancsinak? Úgy írták neked? Igen. Nem, János bácsilom. Fél megkérdeztem, anyukájuk 69-es. Hát akkor az... Már akkora. Már, és egyben fölhívás is a születési dátum. Egy évvel fiatalabb, konkrétan. A Flor Tomi anyja, mint te. Tehát konkrétan a gyerekeid lehetnének. Őketten. Nem mondom, hogy büszke lennék, de... Dehogy nem. Milyen jó arcok ők. Na, hívjuk a naphallgatóját. Hány boldog klassz hallgatót juttattunk oda. Hát Csabi, nagyon jó. És látom, hogy most meg Robi spólóba jöttél, apám. Sem véletlen. No. Majd lesz egy jó mondatom mindjárt. Neked csak az van, cső. Nincs rossz. Nincs rossz. Csak egy. Na, se te vagy.
annyi a hang nincs egyébként. A legnagyobb dal. Azért nem veszi fel, mert ő is hallgatja. Aha. Ugye, hogy a világ bizony történelem egyik legnagyobb dala? Nem, ilyet nem tudnak még egyszer írni. Hallgatj? De már nem csörök. Persze, kivettem. Ja? Kit érdekel? Szóljon zene! Felagadok-e? Én évekig azt hittem, hogy ez egy női trió. Ezt komolyan mondom. Előbb hallottam a számot, mint ahogy láttam volna a gipfivéreket, és így, amikor megláttam őket, nagyon fura volt. Óriási. Fura érzés volt. Zseniális dal, korszakos zsenik voltak. Holnap, gyerekek, egy érdekes dolgot csinálunk, még nem mondjuk hánykor. És nem mondjuk, hogy mit. És nem mondjuk, hogy mit. És nem mondjuk, hogy hol. De jó lesz. Ugye? És ugye milyen jó lesz. Hogy várjuk. Megjelent egy nagy cikk az Indexen talán, hogy van egy bizonyos szegmens a fővárosnak a parlament környékén, ahol a troliknak tolatni kell, lehetetlen feladat elé állítják egyébként a troli vezetőket, mert hogy az egyik végállomás, mióta nem lehet ugye a parlament elé behajtani, azóta ott tulajdonképpen bemennek egy zsákutcába, majd vissza kell tolatni, és kaptunk engedélyt a BKV-tól, a BKK-tól, hogy holnap trolit vezessünk mi is, hogy tolathassatok. Hogy padlógázon hátára tehessünk egy trollit, felborulhassunk. Hogy erre kaptatok engedélyt? Nem, ez lesz belőle. Hogy forgolódhassunk vele, kipróbálhatjuk, hogy milyen trollit vezetni, úgyhogy holnap élőben valamelyikünk trollit vezet majd. Látod, nem kis autóval kezdesz, haver. Hát igen, de én nem vezetni fogok. Én leszek az intézkedő kormányőr. Ide nem lehet bejönni, vissza, tolassanak. Nem is ezen a helyszínen, persze, van egy tampája, ahol tudunk trollit vezetni. Gyerekek, úgyhogy holnap kipróbáljuk. Milyen érzés trollit vezetni? De jó, gumicsizmát hozzatok. Gumicsizmát? Hát persze, hogy földeljen. Ja, ki tudod, hogy félek, hogy megráz és elmegy a hajam. Tudod, hogy... Tényleg. Elmegy a hajam. Ó, még egyszer megfogom, hát ha visszáll. Most jó. Rettegek ám, hogy elmegy a hajam. Úgyhogy holnap trollit vezetünk. Jó, érkezik, ami Gáborunk is sűrű lesz a holnapi nap is. Csabikám, milyen zeneid vannak? A Well Hello-nak az egyik pályatársát hozom, aki Szerecsen király névre hallgat. Egyébként őt a Kelemen kabátban csapatból ismerhetitek, vagy korábban a Redding Club-ban. Azt hittem, hogy Páko. Ne, van neki rendes neve is, egyébként úgy hívják, hogy Horváth Boldi, és ő most összeállt a New Level Empire-rel, őket meg már nem kell bemutatni nektek. Úristen, mit kapott a New Level Empire a Pierrot-tól a dalban? Azt, azt hallottátok? Uh-huh. Hát a Pierrot-tól mondjuk mindenki kapott. De a Pierrot-tól megérdemli mindenki, nem? Pierrot az Pierrot. Uh-huh. Fellépett a New Level Empire-re nyúlal, akit egyébként nagyon kedvelek, itt Pierrot olyat osztott rajtuk fél percben, hogy zavarba jöttem a tévé előtt, pedig azért nehezen szoktam. De hát ezért ültették oda, hogy valaki, aki kritikai fillel meg hát és azért, szavakkal. Azért az életműve, ami neki van előadóként. Na, szóval nekik így közösen van a Son of the Sun című klasslágerük, ezt hozom, és közben nem véletlen a Feri már kiszúrta a Robbie Williams-es pólom, hiszen folytatódik a Klassznyár 2015, a világsztárok nyara a Klassz FM-en, és ezen a héten, így ma is, a Kívánság műsor minden órájában páros belépőt nyerhetnek a hallgatók Robbie Williams budapesti koncertjére. Oda is elhiszik őket, hát ilyen egyszerű. Jaj, tényleg Pierrot jut eszembe. Csabi, mikor láttad utoljára sírni a bohócot? Szerintem ma reggel. Egyébként pont most hallottam a Pierrotról egy történetet, hogy elmesélte, hogy ő már nem nagyon szeretne részt venni ebben a zenei bizniszben, mert hogy nincs felvevő piac, viszont vannak olyan gazdag társaságok, akik azt mondják, hogy olyan szülinapi bulit rendezünk, hogy ott, hogy legyen már egy dal arról a helyzetről, amiben mi vagyunk. És többek között a Pierrot is, meg hát nagy híres zeneszerzőket megkeresnek ezzel, hogy írjanak egy dalt, csak ott hangzik el, és ők éneklik el ott azon a bulin. Lajos bácsi jobbról bejött, elbotlott a bográcsba, ilyen. Igen, de hát, ha Pierrot írja, lehet, hogy nem egészen ilyen. De jól látom, hogy esik a hó az első hó, és az egész udvarportuk. Hát jó. Szerintem most kell hazamenni. Na menjünk. 3 perc pontosan 10 óra Csabi jön a Kívánság műsorral. Mi pedig jövünk holnap 6-kor, 8-kor a mi Gáborunkkal, aztán vagy 7-kor, vagy 9-kor pedig élőben kipróbáljuk a trollit. Ne izgi. Ki az a Csád Géza, gyerekek? Na jövünk holnap. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao.